Na mindenki azt hiszi, hogy ez az informatika ez egy ilyen iszonyú, hogy mondjam, logikus, teljesen absztrakt tudomány, és akkor ugye akkor lepész meg, amikor a leghozzáértőbb is, amikor így kiakad a problémákon, azt mondja, hogy kapcsolt ki, és kapcsolt be újra, akkor általában meg szokott javulni. Igen. Kedves kollégák, én tisztelettel üdvözlök mindenkit. Azt nem állítom, hogy nagy számban lenne külső közönség, de a megnyitók azok többek között szerintem azért lettek föltalálva a konferenciázás történetében, hogy a késő emberek azok az alatt essenek be. Úgyhogy én most pár szót szólnék, és akkor szerintem kb. 9 óra 10-re tekintsük úgy, hogy már mindenki eljött, aki el akar. Ugye ez egy, aki először van itt, vagy aki még nem volt ezeken a konferenciákon, az annak mondom, hogy ugye a 1992 óta fönnálló edukáció folyóirat és a körülbelül ugyanazóta fönnálló oktatás szociológiai szakosztály, aminek hát a két intézmény személyi állomány olyan nagyon nem tér el egymástól. Valamikor az ezredfordulón elhatározta, hogy ilyen afféle műhely konferenciákat fog tartani, és az egyes edukációs számok köré rendez ilyen konferenciákat. És 2010 óta hát nyilván a előbb emlegetett profizmus kísértésének engedve azt gondoltuk, hogy a videó rögzítés az egy fontos eleme lesz ezeknek a konferenciáknak, aminek hát ugye az egyfajta ilyen hát szomorú igazolást adott, hogy hát egyre több olyan kollégánk is van, aki hát akiket a ma a szakmába belépők más módon már nem láthatnak személyesen. Tehát ha úgy tetszik, ez nem egyszerűen egy önmutogatás, vagy nem egyszerűen önmagunkat dokumentáljuk, hanem hát arra is gondolunk, hogy ha valaki a néhány év múlva érdeklődik ezek iránt a konferenciák iránt, akkor hát vagy ezek iránt a témák iránt, akkor nem hívhat föl mindenkit közülünk, mert hát az idő ugye múlik. Na most mint említettem, ezek a konferenciák mostanában ugye online jelleggel az edukációnak ezekhez a negyedéves tematikus számaihoz kapcsolódnak, ami ugye azt is jelenti, hogy ezeknek, azáltal, hogy ezek a számok tematikusak, ezáltal a vitáknak a jelentősége két oknál fogva is nagyobb. Egyrészt azért, mert néha ugye az előadó társakat, vagy sokszerű élményként éri, hogy valaki más ugyanarról akarna valójában írni, amiről ő. Tehát ez valami fajta információként is szolgál arról, különösen akkor, amikor ugye a szám előtt tartjuk meg ezt a dolgot, tehát valami fajta információként is szolgál arról, hogy ki miről ír, és hát egyáltalán, mivel hát nagyjából most az adott pillanatban legalábbis hát a résztvevők ugyanabban a témakörben dolgoznak éppen, az eszmecsere talán hát érdekesebb is, mint azoknál a hát vegyes sebb témájú konferenciákon, ahol hát ugye mindenki arról beszél, amivel éppen foglalkozik, hiszen most e vonatkozásban mindenki, ugye jelen pillanatban, legalábbis ezekben a hetekben az OECD-vel foglalkozik. És ott a másik fontos elem, hogy
amikor nagy ritkán ugye kifelejtünk valaki fontos gondolkodót az adott témakörben, akkor ő ezeken a konferenciákon hozzászól, és hát ilyen értelemben hát külső gondolatokkal is, külső személyekkel, mert a számhoz képest külső személyekkel is gondol, hogy mondjam, gazdagodik ez a történet. Most ennek különösen ugye azért van jelentősége, mert a tematikus folyóiratok, azok ugye kevésbé vonzák azt a gondolatot, hogy hát ha megjelenik egy cikk, akkor válaszcikket írjunk rá, stb. Tehát általában a tematikus szám az egy időre elintézi a problémát, hát különösen egy ilyen viszonylag kis országban, vagy kis tudományos piacon, mint mi vagyunk. Most a mai témánkra térve, ugye, mint említettem, ez egy ugye 30 éves folyóirat, és hát 30 év alatt hát arra szoktunk törekedni, többé-kevésbé sikeresen, hogy hát teljesen ugyanaz a téma ne legyen, amit ugye 20-valahányszor 4 számot bele kalkulálva, nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy egyre kisebb témák felé persze haladunk. Másrészt viszont azt is jelenti, hogy a 30 év alatt óhatatlanul hát bele ütközünk abba, hogy hát különféle nagy szervezeteknek, vagy nagy jelenségeknek, mint mondjuk az Európai Unió, vagy a általános iskola, vagy a 1956, és így tovább, annak valami fajta hát kerek évfordulója van, és hát a nagy szervezetek közül, amelyeknek az oktatásra jelentős hatása van, az OECD-nek van most hát egy kerek évfordulója, és hát ezért javasolt, ugye általában úgy történnek a számok kiválasztása, hogy az év elején, most az előző évben, hát egyfajta ilyen brainstormingban a szerkesztő bizottság tagjai javasolnak olyan témákat, amelyek érdekesek, és hát hogy nem mostanában egyre többször gondolunk arra, hogy egészen aktuális dolgoknál talán a nagy áttekintések, vagy évfordulók, vagy egyebek fontosabbak, vagy legalább ugyanilyen fontosak lehetnek. És hát így történt, hogy szerkesztőbizottságunk kiváló tagja, Polonyi István javasolta mondjuk tavaly valamikor, hogy az idei egyik számunk az OECD évfordulóhoz kötődjön. És hát utána kérte föl a zömmel jelenlévő, kevés kivétellel jelen nem lévő személyeket arra, hogy írjanak tanulmányt. Na most lassan feladván a reményt, hogy újabb közönségtagok érkeznének, de ugyanakkor bízva abban, hogy a mostantól kezdve már zajló internetes rögzítés segítségével a örökké valóságban sokan fogják követni az előadást. Én azt javasolnám, hogy a programnak a végleges változatát tekintsük át, és mindenki mondja, hogy megfelelően számára az időpont, ami ugye mindig, amit most mondok, az úgy értendő, hogy 20 perc előadás, és jobban azt követően 20 perc vita. Tehát 9 óra 10-kor Halász Gábor, 9:50-kor Imre Ostorics Zoltán szerző, aztán 10 óra 40-kor Bot Péter Ákos, 11:20-kor Kozma Tamás, és 12-kor a
akit nem látok, hogy itt lenne, Pogácsa Zoltán. Itt vagy nem vagy itt? Nem vagy itt. Jó, tehát akkor azoktól, akik itt vannak, azoktól egy gyors visszajelzést kérek, hogy ez itt mindenki számára elfogadható-e. Oké. Igen. Igen, és utána 12.40-kor Polonyi Istvánt kérjük meg, hogy egy zárszóval jönezze meg a mai napot. Jó, hát nem fogom megkoronázni, de... Igen. Na most, ez az a pillanat, amikor én azt kérem, hogy nincs most közvetlen reakció, akkor mindenki zárja el a saját mikrofonját, amit úgy tud megtenni, hogy alul van egy mikrofon ikon, valahol a piros telefonikon mellett, talán negyedikként, és arra kellene rákattintani. Megérkeztem. Még a Kati szeretne belőkítétel is. Nincs jelzés, tehát nem kaptam arra, nincs. Tehát próbálkozzon, mert nincs arról jelzés, hogy be akar lépni. Az ilyenkor fölbukkanna az én képernyőmön. Kérelem folyamatban, akkor csatlakozhat ehhez a kívánsághoz, hogy részvevő engedélyezés. De mondom, hogy nem bukkan föl ez a jelzés, mindenkinél felbukkanna. Újra kéne próbálkozni. Próbálkozom, most már megint próbálkozom. Vagy neki mondjam a tudásmelé, és onnan nézni. Jó. Oké, jó. Köszönöm szépen, akkor azt kérem, hogy akkor mindenki vegye le a hangot. Igen, és ez meg is történt. És akkor én most nagy tisztelettel üdvözlöm Halász Gábort, aki az OECD globális hatás az oktatás fejlődésére címmel tartaná meg előadását. Gábor, parancsolj! Köszönöm szépen, Péter. Hadd kezdjem azzal, hogy szeretném megköszönni a Edukáció Szerkesztőbizottságának ezt a döntést, hogy a OECD-nek szentel egy tematikus számot. Az Istvánnak külön azt, hogy megkeresett és felkérte arra, hogy egyik szerzője legyek ennek a számnak. És hát a program szervezőinek, Péternek, hogy ezt a kis programmódosítást megtörténhetett, hogy az elejére kerültem, mert ugye sajnos ma kapom a harmadik oltást, és el kell indulnom 10 órakor. Az a tanulmány, amit én írtam, az egy nem megszokott műfajú, nem egy ilyen academic paper, hanem egy szubjektív, személyes hangvételű írás, ami abból fakad, hogy éveken keresztül közvetlen résztvevője voltam az OECD-vel kapcsolatos folyamatoknak, és azt gondoltam, hogy talán többet tudok elmondani úgy, hogyha ezekkel kapcsolatos személyes tapasztalatokat, élmények is megosztok, úgyhogy ez egy ilyen műfajú írás lett. Én több mint 25 éven keresztül voltam tagja az OECD oktatáskutatási és innovációs központja igazgató tanácsának, de már, tehát még attól a pillanattól kezdve, hogy Magyarország ennek a szervezetnek a tagja lett, de már előtte is benne voltam az egész csatlakozási folyamatban. Az egyik szerzője voltam annak a háttértanulmánynak, ami az első Magyarországról szóló OECD oktatáspolitikai jelentést támogatta, és hát ott voltam ennek az OECD jelentésnek a vitáján, még a csatlakozás előtt Mádl Ferenccel együtt
kétnapos ülésen Párizsban, ahol az István is, a Polonyi István is egyébként ott volt, tehát neki is nyilván vannak emlékei erről a eseményről. Ezzel az évtől kezdődően átadom ezt a helyet, a Ostoris László fogja átvenni ezt a helyet, tehát ő lesz Magyarország képviselője a SZERI igazgatótanácsában. Kommunikálunk is egymással, tehát igyekszem Lászlóval megosztani a tapasztalataimat. De nem csak ebben a testületben ismerhettem meg az OECD működését, sőt, tehát ebben a testületben is ugye alaposabban az átlagnál, mert két alkalommal elnöke is voltam ennek a testületnek, meg talán már 10 éve tagja vagyok annak a szűkebb körnek, annak a bürónak, ami előkészíti ezeket a programokat, hanem 10 alkalommal voltam az OECD által közvetlen felkért szakértőként OECD vizsgálóbizottságokban, különböző országokban a világ legkülönbözőbb pontjain. Sokszor volt olyan, hogy amikor egy-egy projekt zajlik, akkor annak létrejön egy tanácsadó testülete, és ennek ilyen tanácsadó testületeknek voltam a tagja. Vagy hát ami különösen jó rálátást mutat, segít, ad a szervezet egészére. Aktív résztvevője voltam olyan nagy horizontális projekteknek, amiben minden ágazat, minden szakterület érintett. Hát ilyen volt például az OECD innovációs stratégiának a kidolgozása, vagy később a skill strategy, a képesség stratégiának a kidolgozása és ennek az implementálásának a nyomon követése. Ez alatt a 25 év alatt folyamatosan készítettem olyan részletes tartalmi elemző beszámolókat az ülésekről, amiket valószínűleg a jelenlévőknek mindegyike rendszeresen megkapott tőlem. És hát hadd említsem meg, hogy holnap fog kijönni az a könyvem, ami a Tudás keletkezési című könyvnek a második kötete, és ennek írom a harmadik kötetét, amiben kreáltam egy olyan karaktert, aki egy kicsit hasonlít rám, egy ír professzor, aki sok-sok időt eltöltött az OECD-ben, és rajta keresztül a harmadik kötetben elég sok mindent próbálok bemutatni a OECD-vel kapcsolatos dolgokból. Talán amit a legfontosabbnak éreznék így először megfogalmazni, az, hogy milyen is ez a szervezet, mi a természete az OECD-nek. Az erről szóló irodalomban néha úgy írják le, mint a gazdagok klubját, tehát azoknak az országoknak a közösségét, amelyek a fejlett piacgazdaságok közé tartoznak, néha úgy írják le, mint egy think tank jellegű szervezetet, néha egy consultant tanácsadó szervezethez hasonlítják. Van, amikor episztemikus közösségek, hálózatok együttesek. Talán én hozzám ez a legutóbbi értelmezés áll a legközelebb. Tehát, hogy egy olyan az egész világot behálózó tudásközösségeknek a hálózata, hálózatok hálózata, amelyekben folyamatosan zajlik a világ megértésére való törekvés van jelen, és hát folyamatosan zajlik új fogalmak, értelmezések kidolgozása. Tehát egy ilyen intellektuális közeget jelent ez a szervezet. Nagyon fontosnak érzem, és ezt hangsúlyozom is a cikkben, hogy az OECD nem egyedül van ezen a terepen, hanem egyik elemét alkotja a nemzetfeletti vagy globális kormányzásnak, annak a architektúrájának,
ahol egy sor más hasonló szervezettel együtt van. Én ezek között külön kiemelném a Világbankot. Szerintem, ha valaki meg akarja érteni az OECD természetét, akkor párhuzamosan a Világbank történetét és fejlődését is érdemes tanulmányoznia. A könyvem harmadik kötetében egyébként a narrátor, a finn újságíró megkérdezi ettől az új karaktertől, hogy melyik az okosabb szervezet, az OECD vagy a Világbank, és hát a válasz, amit kap, az egy ilyen kicsit ilyen szomorú. Hát a Világbank azért az okosabb, mert ott tényleges valóságban történő kísérletezés is történik. Tehát a támogatásával az országokban zajló reformokon keresztül tanulni, és ez ugye nem adott meg az OECD-nek, vagy csak nagyon szűk körben adott meg. Hogyha ennek a szervezetnek a funkcióját, ugye ez egy sok funkciós szervezet, pontosabban sokféle módon használják a különböző érintett ezt a szervezetet, de hogyha a fő funkciót ki kellene emelnem, akkor én azt gondolnám, hogy ez a közösségi kontroll, a mutual supervision, tehát a szervezetet alkotó országok egymást ezen a szervezeten keresztül tudják folyamatosan figyelni. Ezt lehet talán az egyik fontos húz. És ehhez kötődik, hogy egy ilyen bizalomépítés, aminek nem kis jelentősége van a nemzetközi kapcsolatok világában, ahol a dolgokat ugye nagyon gyakran háborúkkal vagy más hasonló módon szokták megoldani. Tehát egy ilyen bizalomépítő, bizalomfenntartó, egymásba betekintést említő engedő szervezetnek a léte, az tulajdonképpen valahol a világ stabilitásának a megőrzését is segíti. Én egy nagyon-nagyon fontos elemnek érzem ennek a szervezetnek a működésében, ezzel sincs egyébként egyedül, az, hogy a tevékenysége minden szektorra kiterjed. Tehát az OECD-n belül oktatással foglalkozni, az azt jelenti, hogy nem vagyunk bezárva ebbe a szűk, izolált világba, amit a mi ágazatunk jelent. Például mondjuk abban a szakértői testületben, ami a Skills Strategy-nek a implementálását követi, ott együtt vagyunk a világkereskedelemmel, a adóügyekkel, a regionális fejlesztéssel és hasonló területekkel foglalkozó emberekkel, és egy ilyen szektorközi térben történik tulajdonképpen az oktatás problémáinak az elemzése. És utolsó dolog, amit külön így a szervezet egészéről megemlítenék, hogy ahogy ez egyébként nagyon gyakran megjelenik erről szóló kritikai irodalomban is, hogy hát ez itt elég erős elkötelezettség van bizonyos értékek mellett. Alapvetően ugye a plurális demokrácia és a piacgazdaság jelentik a megkérdőjelezhetetlen értékeket, de emellett olyan dolgok, mint a növekedés, és ezzel párhuzamosan egyre erősebben a fenntarthatóság, a méltányosság, inkluzivitás, és hát az életminőség javítása. Ami ezt speciálisan az oktatási ágazatot illeti, igaz az, amit a kritikai irodalom gyakran megfogalmaz, bár én ezt inkább pozitív módon fogalmaznám meg, hogy egy instrumentális megközelítés jellemző a szervezetre, vagyis az oktatást a társadalmi, gazdasági problémák megoldásának, kezelésének eszközeként képzeljük el. És talán még egy dolgot mondani kifejezetten az oktatási ágazatról, ugye a kritikai irodalom a neoliberális gondolkodás egy fellegváraként írja le a OECD-t. Hát az én személyes tapasztalatom, és ezt meg is említem a cikkben, az az, hogy az Oktatási Bizottság ülésein ülve, és a SERI Governing Board ülésein ülve, nekem inkább volt az elmúlt 25 évben olyan érzésem, hogy egy szociáldemokrata közösségnek a kommunikációjában veszek részt, és nem egy neoliberálisnak. Tehát itt ebben a körben az inkluzivitást, az esélyegyenlőséget, a méltányosságot,
támogató kezdeményezések azok mindig osztatlan támogatást kaptak. Ugyanakkor azok, amelyek liberalizálnák, piacosítanánk az oktatási folyamatot, ezeket sokkal nagyobb fenntartással fogadta ez a közösség. Tehát ez a bizonyos neoliberális szellem, ez az oktatási ágazatban sokkal kevésbé érzékelhető, mint más ágazatokban. Talán érdemes egy-két mondatot mondani a magának a SERI-nek, az Oktatás, Kutatás és Innovációs Központnak a természetéről. Ugye a SERI hamarabb jött létre, mint sem, hogy lett volna oktatási vagy oktatáspolitikai bizottsága az OECD-nek, és egy olyan konstrukciót hozott létre, ami egy kormányközi szervezet esetében elég szokatlan és furcsa. Ugye a SERI alapítókirat, a mandátum azt mondja ki, hogy ide az országoknak olyan embereket kell delegálniuk, akik az oktatás-kutatás világát képviselik, vagy legalábbis, hogyha nem ilyenek, akkor olyanok, akik a kutatás világában otthon vannak, és a kutatással szoros kapcsolatban vannak. És ezért van az, hogy a SERI-ben eléggé egyedülálló módon nem országnevek jelennek meg előttünk a üléseken, hanem a saját nevünk jelenik meg, és kifejezetten az a mandátumunk, hogy a saját szakvéleményünket mondjuk el, és ne feltétlen az országunknak a álláspontját képviseljük, ami egyébként néha elég kényes helyzetekhez tud vezetni. Az alatt a 25 év alatt, amíg én ott voltam, nem volt olyan év, hogy ne jött volna újra meg újra elő az, hogy szüksége van-e erre a szervezetre, a SERI-re, vagy nem lenne elegendő az, hogy van egy oktatáspolitikai bizottság, és ezek a fellángoló viták, ezek mindig azzal értek véget, hogy meg kell őrizni a SERI-t, mert az egy olyan sziget, ahol olyan úttörő, szokatlan dolgokat lehet csinálni, amit a klasszikus politikai környezetben nem lehet. Ebből is fakad az, hogy az oktatási ágazat területén ez az úttörő szerepe, az ismeretlen területekre való behatolás szerepe az OECD-nek talán erősebb, mint más ágazatokban. Azt gondolom, hogy elsősorban úgy érdemes leírni az OECD-t, mint egy tudástermelő szervezetet, egy olyan szervezetet, egy olyan teret, ahol a szaktudomány és a tudományos kutatás határterületén zajlik a reflexió. Az egyik fontos kérdés, amit a kutatói közösség feltehet ezzel kapcsolatban, hogy vajon milyen a tudományos kvalitása annak, amit ez a szervezet produkál, valóban mennyire felel meg a tudományos standardoknak. Talán azt érdemes ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy azok, akik effektíve csinálják az ott készülő elemzéseket, azoknak, hát ugye magán a titkárságon belül is alapvetően professzionális kutatók dolgoznak, ők nem kutatóként definiálják magukat, policy analyst, ez a tipikus elnevezés, de alapvetően olyan emberek vannak, akik ingáztak az akadémiai szféra és a kormányközi szervezet között, illetve hát magukat a projekteket is ugye nagy mértékben olyan emberek csinálják meg, én magam is ezek közé tartozónak tekintem magukat, akik csak időlegesen, időszakosan lépnek ki az akadémiai szférából, de alapvetően az jelenti az ő saját terület. Talán érdemes megemlíteni, hogy noha az OECD-t általában és az oktatási ágazatot is olyan az a kutatói paradigma uralja, amelyet kvantitatívnak szoktunk nevezni. Tehát például az ott lévő közgazdászatnak a döntő része matematikai modelleket alkotó számokkal dolgozó közgazdászok. De azt gondolom, hogy viszonylag jó egyensúlyát lehet látni a kvantitatív és a kvalitatív megközelítéseknek.
Hát ugye az egyik legfontosabb tudásforrása az OECD számára az oktatási ágazatban is, hogy terep dolgozik. Amikor egy OECD vizsgálatot csinálunk egy országban, akkor hát 100-150 emberrel találkozunk és folytatunk beszélgetéseket. Egy ilyen különösen kedvező, privilegizált környezetben, ahol a diákoktól kezdve a miniszterig mindenkivel találkozhatunk. Nos, én úgy látom, hogy az időm végéhez jártam, úgyhogy csak megemlítem azt, hogy amiről, ha több idő lett volna, akkor még szívesen beszéltem volna, az, hogy mégis mi az a válasz, amit arra a kérdésre lehet adni, hogy most jót tesz az OECD a világoktatás ügyével, vagy nem. Ugye óriási kritikai irodalom van, ennek nagy része rendkívül erős az OECD-vel kapcsolatban. Hát ez egy alapvető kérdés, hogy végül is jobb-e a világoktatás ügyet, hogy ez a szervezet van. És amiről még talán érdemes lehet beszélni, az, hogy vajon Magyarország milyen módon használja ki az ebben lévő potenciált, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy jobban kihasználja azt a potenciált, ami abban van, hogy OECD tagok vagyunk. Én most itt befejezem, és akkor... Köszönjük szépen! És akkor megnyitom a közönséget. Szerintem elég kevesen vagyunk, tehát különösebb adminisztratív szabályokat nem is léptetnék érvénybe. Azt kalkuláljuk, hogy mindenki úgy szóljon hozzá, hogy úgy számoljuk, hogy 20 perc jut a egy-egy előadás vitájára. Parancsoljatok! Én azt mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményed tényleg, hogy mit tegye előre az oktatás világát az OECD? Amit itt utoljára mondtál, hogy kimaradt, szívesen meghallgatnám a véleményedet róla. Igen, Ákos, parancsolj. Én kapcsolódó kérdésként, mert elmondtad, hogy tudományból jövő emberek közvetítenek a országok között, de mi van a hatósági részvétellel? Tehát, és kapcsoljuk az előzőhöz, hogy ha születik egy állásfoglalás, egy szakmai konszenzus, az hogyan kerül be a bürokráciába, egy olyan ágazatot tekintve, amelyik hát bürokratikus állami oktatási programok, tanrendek, stb. Vannak. Tehát, hogyha lehetne egy kicsit erről hallani, hogy hogyan válik, hogyan implementálódik egy ottani szellemiség, amelyiknek a jelenség nagyon érdekes a számomra, mert én is így sejtettem, de nem hallottam még kimondva ezt a neolib helyet, inkább szozdem meghatározást. Én nekem is volna egy kérdésem, Gábor, az pedig az, hogy ahogy távolodsz az aktív részvételektől, hogyan dolgozod ezt föl magadban? Észreveszel-e magadban, amit elmondtál, az nagy részben támogató. És a hivatkozás az, hogy te ezt belülről látod. Most mindjárt tudjuk, hogy mi konstruáljuk a képeket. Tehát akár belülről nézzük, akár kívülről, az mégis konstrukció, pláne egy ilyen nagy szervezetről véleményben. Észreveszel el magadon egy olyan változást, hogy amit eddig belülről így láttál, az most lassan-lassan egy másik oldalról is nézd, és az egy másik kép. Én nem is kellem a még a második könyvvel össze is nyelem, azt is csak pénteken fogom megismerni, amikor elmegyek és dedikáltatom velem. Ja, esetleg a harmadik kötetben ez a bizonyos ír professzor a kritikusabb, mint magyar szóval Halász Gábornál kritikusabb, mint két évvel ezelőtt volt, vagy úgy érzed, hogy erősödik ez a véleményed, ami egy kicsit szembe megy
magyarországi értelmiség közvéleménnyel, és ezt az értelmiség közvéleményt az edukáció talán eléggé jól le fogja írni, hogy vannak erős fenntartások. De mégis vannak növekvő mértékben fenntartások, vagy dolgok, amiket eddig nem vettünk észre. Én azt kérdezném, hogy ugye azt említetted nagyon hangsúlyozottan, hogy ebben a bizottságban egyénként vettek részt a delegált oktatáskutatók, és nem kormányuk nevében, vagy nem, hogy mondjam, nem a kormányuk álláspontját képviselték, hanem a sajátjukat. Na most, ugye itt nyilván ez az OECD-ben nyilván egy picit egyszerűbb, mintha mondjuk ez a UNESCO-ban, vagy ehhez hasonló rettenetes szervezetekben lenne, mert azért az OECD-ben azért ugye zömében mégiscsak nagyjából demokratikus államok vannak. Na de tudjuk, hogy azért mégse kizárólag demokratikus államok vannak, hogy az a bizonyos ellentmondás, amit te mondasz, tehát amit de csak utaltál, hogy létrejöttek, hát mondjuk így, hogy olyan képek, hogy mintha a szakértő és az országa nem ugyanazt mondaná, ez az élmény, ez valahogy összefügg-e azzal a jelenséggel, hogy hát időről időre a bizonyos OECD államokban is olyan antidemokratikus erők hát veszik át a hatalmat, amit feltehetően nem követ le azonnal a szakértő értelmiségnek az álláspontja. Nyilván világos, hogy mely országokra gondolok. Ha nincs más most, akkor Gábornak visszaadnám a szót. Nagyon jók ezek a kérdések, amik itt elhangzottak, és tényleg a dolgok velejébe viszik a vitát. Talán hadd kezdjem azzal, amit megfogalmazok a tanulmánynak is abban a fejezetében, ami kifejten a kritikai irodalommal foglalkozik. Itt nem csak a magyar értelmiségi közvéleménynek van olyan véleménye, amire a Tamás utalt, hanem szinte minden ország értelmiségi közvéleménye ilyen. Tehát a neoliberális gondolkodás az úgy jelenik meg, mint valami, ami a világot tönkreteszi ebben a értelmiségi közvéleményben. Hát ugye az, aki ennek a világnak az egyik legnagyobb hatású elemzője, gondolom, hogy többen vagy mindenki talán ismeri, a Stephen Ball, ő ugye egy Yeats verset idézve lassan araszoló fenevadként írja le az OECD-t meg a Világbankot, arra utalva, arra biblikus helyzetre utalva, hogy a antikrisztusnak a feltámadása várható, és tulajdonképpen ezek a szervezetek azok, amelyek előkészítik ezt a dolgot. Tehát ilyen egészen lesújtó vélemények fogalmazódnak meg. És hát ugye az István azt kérdezte, hogy akkor végésen mit gondolok, hogy jobbá teszi-e a világot, vagy nem. Most az első dolog, amit azt a kritikai irodalmat olvasta nekem, eszembe szokott jutni az, hogy ha ugyanezek a szerzők nem a nemzetközi vagy kormányközi szervezeteket vennék célba, hanem a saját kormányukat, akkor valószínűleg ugyanazt írnák, vagy ugyanazt mondanák, de valamiért úgy tűnik, hogy ez egy ilyen érthető módon, ez egy kedvezőbb kritikai célpont, hogyha nem a saját kormányomat támadom, hanem,
hanem azt a nemzetközi szervezetet, amelyet egyébként ezek a kormányok hoztak létre és működtetnek. Hogyha valaki szó szerint venné az ő a kritikai irodalom szerzőinek a néhány explicit módon is megfogalmazott követelését, és megszüntetni ezeket a szervezeteket, akkor a kérdés az, hogy akkor valami jobb lenne a világ. Hát én erre egyetlen azt tudom mondani, hogy nem, rosszabb lenne a világ. Noha nyilván a szervezet nem tud, a nemzetközi szervezet nem tud jobb lenni, mint az őt alkotó kormányok, vagy az őt alkotó tagországok kormányai, vagy nem tud, hogy mondjam, nagyon más lenni, mint az őt alkotó tagok. Azért akkor, amikor egy közösség összejön, van rá esély, és szerintem ez meg is történik ezekben a nemzetközi szervezetekben, hogy ez a minőség, ami keletkezik, az jobb, mint önmaguk, mint az a minőség, amit önmagában a tagok hordoznak. Ez nyilván összefügg azzal, hogy abban a térben, ahol a nemzetközi szervezetekben kommunikálnak egymással a kormányok, ott más a légkör, más az erőviszonyok, ott nem kell küzdeni a nagy rendszerek mindennapos működtetésének a problémáival, ott nem jelenik meg, nincs ott a parlament, ahol az ellenzék kellemetlen kérdéseket tesz fel, ott nem kell tanársztrájkokkal foglalkozni, költségvetési válsághelyzeteket kezelni. Tehát ebben a térben egy olyan kommunikáció tud kialakulni, ami valahol mégiscsak jobbá válik, mint az, amit a nemzeti politikai rendszerekben el lehet képzelni. Na most én ide kötném azt a kérdést, amit a Péter fogalmazott meg, hogy mi történik, amikor ennek a demokratikus közösségnek a tagjaim belül is nem demokratikus politikai erők jelennek meg. Ennek elég sok jelét lehetett látni az elmúlt 25 évben. Egy példát mondanék, amikor például Hollandiában az ottani szélsőjobbnak a megerősödése történt, akkor egy hát lehetett érzékelni, hogy a holland képviselőnek a kommunikációja az részben óvatosabbá vált, részben talán azt is mondhatnám, hogy kevésbé kifinomultá és intelligenssé vált. Tehát beszűrődnek ezek a nemzeti szinten zajló politikai folyamatok természetesen oda arra helyre is. Talán nem említettem korábban, de talán érdemes kiemelni, hogy az OECD elég nagy súlyt helyez arra, hogy ne csak kormányokkal kommunikáljon, hanem a civil és szakmai társadalomnak a képviselőivel is. Az üléseinken és egy idő után már a projekteken belül is mindig velünk vannak a üzleti szférát és a szakszervezeti szférát képviselő emberek. Hozzá kell tennem, hogy néha a legokosabb dolgok azok tőlük érkeznek, de ugye itt is az van, hogy a szakszervezetnek a képviselője, ő ott nem egy mondjuk egy sztrájk mozgalmat készít elő, hanem megengedheti magának azt, hogy ne a militáns énjét mutassa meg, hanem a gondolkodó énjét mutassa meg. Tehát egészen rendkívüli okos dolgok szoktak jönni innen. Talán azt is érdemes hozzátenni ahhoz a kérdéshez kapcsolódva, hogy a szeriben mennyire saját és mennyire kormányálláspontot fogalmaznak meg emberek. Ugye a szeri tagjait is a kormányok delegálják. Tehát én is úgy voltam 25 éven keresztül, hogy 2,5 évente a Magyarországi Oktatási Minisztérium közölte az OECD-vel, hogy kéri a mandátumomnak a meghosszabbítását. Ez azt jelenti, hogy bár saját álláspontot fogalmazunk meg, saját véleményt mondunk,
De ha ezt nem diplomatikusan, nem olyan nyelven tesszük, ami emészthető a saját kormányunk számára, akkor nem sokáig maradhat egy ilyen tag nyilván ebben a szervezetben. Tehát ez egy ilyen kényes, egyensúlyozó helyzetet jelent. A Tamásnak arra a kérdésére, hogy vajon nekem változik-e a szervezetről alkotott véleményem most, hogy kiléptek ugye ebből a körből. Meglepne, hogyha változás történne. A könyvemnek a harmadik kötetében ott persze megjelenik a kritikus oldal, de az nem annak a személy, nem az a karakter fogalmazza meg, aki a OECD-ben dolgozott sokáig, hanem megjelennek olyan karakterek, akikkel vitatkozik, akikkel beszélget. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az olvasóra van bízva az, hogy ő végül is milyen következtetést vont le ebből. Gyanítottam, hogy ebben az edukáció számban az a tanulmány, amit én írtam, az egy kicsit egy ellenpólusa is lehet a többségnek, mert ugye olvastam a Juditnak a tanulmányát, aki bizonyos pontokon még nálam is jobban is ismeri ezt a szervezetet, hiszen ő effektív az OECD staff tagjaként dolgozott éveken keresztül. Tehát azt gondolom, hogy az ő tanulmánya szintén abba a kategóriába fog tartozni, amely ennek a szervezetnek nem a gyengeségeit, hanem a erősségeit fogja megmutatni. Meg feltételezem, hogy az, amit az Ostoris Lacék írtak, azt nem olvastam, azt nem ismerem, de hogy gyanítom, hogy az is inkább ebbe a kategóriába fog. Tehát nyilván az edukáció olvasóinak is meg lesz az a lehetősége, hogy a különböző véleményeket, megközelítéseket látva maguk alakítsák ki ezt az álláspontot. És talán hadd zárjam azzal döntően a Botkötyör Ákos kérdéséhez, a hatósági részvétel kérdéséhez kapcsolódóan, hogy hogyan történik az OECD-ben keletkező dolgoknak a részben implementálása, részben annak a tudásnak a felhasználása a tagországokon belül. Hát ugye az OECD akkor tud komoly hatást kifejteni egy országban, hogyha az adott országban lévő politikusok a kezdeményezők, és ők akarják használni az OECD-t. Hadd mondjak egy példát, nem emlékszem már, hogy a tanulmányban ezt említem. A Skóciában zajlik ugye évek óta, most már több mint egy évtizede egy egészen fantasztikus kurikulum reform, ami egy mondjuk így ilyen progresszív irányba próbálja elvinni a iskolák és a pedagógusok viselkedését. Ennek a reformnak a gazdái, azok a politikusok, akik ezt a reformot csinálják, és ez folytatódni fog, mert most legutóbb újra választották őket. Az ő számukra az OECD az egyszerűen egy olyan eszköz, amit föl tudnak használni. Tehát behívják az OECD-t az országba, és aktív résztvevője teszik azoknak a belső belpolitikai vitákban, ahol az OECD-nek a jelenléte az megváltoztatja ennek a belső vitának a erőviszonyait, tehát egy új aktort hoznak be ebbe az ökoszisztémába, amit a belső politikai tér jelene. Tehát nem annyira az van, hogy az OECD kezdeményez valamit, és ezt implementálják az országok, hanem az országon belül vannak olyan szereplők, akik valamilyen változási folyamatot szeretnének elindítani, és ebben segítséget kapnak az OECD-től. Alapvetően ez történik a skill strategy területén is. Ott az történik, hogy az országok bejelentkeznek, hogy én szeretnék egy nemzeti képességstratégiát csinálni, és ezt úgy szeretném csinálni, hogy itt legyen velem az OECD, és vele együtt csinálom. És ha ott van vele, és használja azt az eszközrendszert, amit az OECD kínál, akkor más a kimenetele ennek a belső politikai folyamatnak. Akkor, amikor ország elemzéseket csináltunk,
akkor mint tanácsadók tipikusan mindig abban a szerepben voltunk, hogy bele lettünk dobva annak az adott országnak a belső vitáiba. Tehát ott ültünk olyan fórumokon, ahol ott voltak az adott országban zajló reformoknak a támogatói, kritikusai, és nekünk az volt a szerepünk, hogy ott facilitáljuk, elemekkel gazdagítsuk, néha elvigyük balhét bizonyos dolgokért. Tehát ez az a fajta tanácsadó szerep, aki nem csak tanácsot ad, hanem belép abba az aktív kommunikáció, politikai kommunikációs térben, aminek a kimenete megváltozik akkor, hogy ott van. Tehát alapvetően attól függ az implementálás, és alapvetően attól függ az OECD tudásnak a hasznosítása, hogy milyen az adott országon belül ez a tér. Hát Magyarországról ezzel zárnám, azt lehet mondani, hogy az oktatásért felelős tárca számára az OECD nem egy érték, amit használni. Tehát nagyon kevéssé jelenik meg ahhoz képest, ahogy én ezt más országban látom. Tehát Magyarország jellegzetesen azok országok közé tartozik, mondjuk Görögország, az sem mindig volt így, de tudok ennek ellen példáját is mondani korábbról, de mondjuk, hogy mondjuk most kilépnének az OECD-ből, vagy ugye Szeriből ki is léptek már, akkor ettől ott a belső szakpolitikai erőtérnek a dinamikája nem nagyon változna meg. És ugyanígy van ez Magyarországon is. De mondjuk Skóciában nem így van. Vagy mondjuk Wales egy másik nagyszerű példa, hogyha én ott kiveszem az OECD-t a belső politikai ökoszisztémából, akkor más kimenetele lenne az ott zajló vitáknak. Meg lehet fogalmazni egyébként néhány konkrét javaslatot is arra, hogy hogyan lehet javítani azt a intézményi környezetet, amiben ezt a potenciált ki lehet használni. Hát ennek az egyik legfontosabb eleme az, hogy az adott oktatási tárcán belül az OECD-vel kapcsolatos ügyeket hozzá kell kapcsolni az EU-val kapcsolatos ügyekért. Tehát, hogy ne az a logika érvényesülne, ami a bilaterális kapcsolatokban, mondjuk ilyen diplomáciai alkuk, meg utaztatások, meg ilyesmikkel foglalkoznak, hanem ténylegesen abba a szakpolitikai problémavilágba beolvadva jelenjen meg az OECD, amivel foglalkoznak, ahogy egyébként az EU esetében ez természetes módon történik. Az idő nem engedi meg, hogy ennek a részleteibe belemenjek, elég sokat tudnék erről, vagy szívesen mondanék még erről, de úgy látom, hogy a végére értünk annak a időnek, ami erre volt fenntartva. Nyilván a mai napon még több dologról fogunk beszélni, immár sajnos Halász Gábor nélkül, amelyek ehhez a kérdéskörhez csatlakoznak. Maradok mobilon keresztül, igen, fogom majd kérni. Akkor talán a vitákban bele tudsz majd még kapcsolódni, akkor addig is jó oltást kívánunk neked. Jó, köszönjük szépen. És akkor látom, hogy itt a három szerzős mű esetében kettő szerzőt látok biológiailag. Ezt jól látom? Teljesen, igen. Teljesen, jó. Hogyan fogjátok megoldani ezt a 20 percet? Hát a mi megközelítésünk nyilván valamivel technikai, úgyhogy mi készültünk diasorral, az nem tudom mennyire várt megoldás itt. Hogy mondjam, szabad. Aha. Szabad, tehát nem kötelező, nem is ajánlott, és szabad is. Tehát ez jó, akkor megpróbáljuk a meditációs és a mutogatós műfajt elegyíteni, és csak a legszükségesebb pillanatokban nyúlunk majd a megosztás gombhoz. Jó, ugye az világos, hogy kettőtöknek együtt van 20 percet. Teljesen világos, igen. Igen, tényleg a szó. Nagyon szépen köszönjük a meghívást is. Mi nyilván nem, tehát ketten együtt sem rendelkezünk olyan emlékkincsel, mint Gábor, úgyhogy mi egy másfajta közelítést választottunk. Ennek ellenére azért mind a ketten hozzuk a személyes érintettségünk szempontját. Ugye Anna 1997
2002-től számítva nagyjából 10 plusz 10 évig foglalkozott az OECD egyes indikátor fejlesztő tevékenységeiben, legfőképp a C-networkön belül a elsősorban az INESZ-el. Ugye benne volt az INESZ-ben, és később benne volt a TALIS ugye első magyar lebonyolításában. Én pedig 2006 óta dolgozom, akkor még az oktatási hivatal elődjében, a PISA-val, és aztán az idők során ugye ez úgy alakult, hogy 2006-tól kezdve fokozatosan váltam egyrészt PISA nemzeti projektvezetővé, majd később a TALIS második ciklusát én kezdtem NPM-ként, aztán már nem én fejeztem be különféle okokból, hanem egy kollégám. Úgyhogy mi ezt a két hozzáállást tudjuk hozni, Anna az indikátorfejlesztő kutató és a kezdetek tanulját, én pedig inkább az operatív és az ilyen technicista megközelítést a mérések szempontjából. Alapvetően öt témánk van a cikkünkben. Egyrészt ugye létezik az INESZ, mint fogalmi keret, és ezt mindenképpen nyilván tudjuk, hogy Judit viszi ezt a témát főleg, de érintenünk kell abban a tekintetben, hogy ez olyan remekül megragadja ugye azt a megközelítést, ahogy az OECD bánik gondolatban az oktatás, illetve az egyes államok oktatásának különböző szintjeivel, hogy ebből fogunk kiindulni, és igazából ugye ebből származnak is azok a munkacsoportok, amelyeknek félig meddig az eredményeképpen a tőlünkért téma, vagyis a három nemzetközi mérés, hát az INESZ mint indikátorfejlesztő program, illetve a három nemzetközi mérés, ugye a PISA, a TALIS és a PIAC fejlesztése megtörtént. Ez elsősorban Anna asztala, tehát hamarosan el fogom mondani neki a szót, és ugye ezt úgy akarjuk tovább folytatni, hogy most Zoltán Kati helyett nem tudunk igazán megszólalni, tehát így elsősorban a TALIS-ra és a PISA-ra szeretnénk a jelen beszédben reflektálni. Szóval Anna azt az utat fogja kvázi elmesélni, vagy leírni, ami az indikátorfejlesztő munkacsoportok munkájából így magá a folyamat során, ahogy létrejött a TALIS, tehát amilyen út vezet a TALIS létrehozásához, ugye nagyjából hát 97-től mondjuk 2008-ig, és a PISA fejlesztése, fejlődése az egy picit más. Erről meg én írok, illetve most én fogok róla beszélni, mert a PISA ugye nyilván szintén 97-ben kezdődött, de ugye mint Pallas Athéné atya fejéből, tehát kész termékként ugye érkezett meg a világba 2000-ben, és több szempontból is érdemes végigkövetni azt az utat, amit a PISA bejár 2000 és 2022, vagy akár 2025, mert nagyjából tudjuk, hogy mi lesz akkor 2025 között. Egyrészt azért, hogy lássuk, hogy milyen ez a szervezet, amelyik fejleszti a PISA-t, és mennyire transzparens, és alapvetően milyen. Tehát most azért már látszik, hogy elárultuk magunkat, és Gábornak igaza van, tehát ez egy pozitív OECD megközelítésű írás lesz. És hogy milyen emberképpen alakszik a PISA-nak, mint mérésnek a megfogalmazása. Ugyanakkor azért emellett arra is ki fogunk térni, hogy a mérés fejlesztése során a mérési területek sokasodása, a különféle szolgáltatások burjánzása hogyan vezet végül oda, hogy már igazából a szervezeten belül is megjelenik a PISA-val, vagy a PISA 1-es elemeivel szemben a kételj. Ugyanakkor ennek is, majd látni fogjuk, hogy lehet pozitív üzenete azzal kapcsolatban, hogy az OECD-t alapvetően mi a tagországok kormányozzuk. És végkicsengésként pedig amellett akarunk érvelni, hogy azért valójában úgy tűnik, hogy van valamilyen egyértelmű gyümölcse Magyarország és az OECD együttműködésének a közoktatási mérések terén, mert igaz ugyan, hogy nem egy egyértelmű klón, vagy nem egy PISA mintára készült mérési rendszer az, amit hosszú idő alatt
ugye Magyarország magának létrehozott, de alapvetően nagyon erős hatást gyakorolt az OECD és az OECD-vel való közös munka arra, ahogy 2022-ben a magyarországos mérési rendszer ki fog nézni. Úgyhogy a rövid bevezető után most átadom a szót Annának, aki rá tud térni az INESZ-szel kapcsolatos filozófiájának ismertetésére. Köszönöm szépen. Én akkor, ahogy Laci is jelezte, tulajdonképpen azt a indikátor fejlesztési tevékenységet meghatározó keretrendszert fogom első lépésben megmutatni, ami tulajdonképpen az egész indikátor fejlesztő tevékenységnek azt lehet mondani, a keretét jelenti, és tulajdonképpen nagyon sok minden itt, hogyha eligazodik az ember, akkor nagyjából érthetővé válik az OECD ide becsatornázható tevékenységeit, illetve is. Ugye ennek a lényege az, hogy megpróbál egy olyan, vagyis nem próbál, tulajdonképpen létrehozott az OECD, tulajdonképpen meg valamikor a 90-es évek közepére megy vissza, Judit meg tud erősíteni, vagy cáfolni, ha rosszul mondom, maga a gondolat és az első változata ennek a keretrendszernek, ami persze idővel egy kicsit módosult, ami lényegében azt a törekvést tükrözi, hogy igyekezett a szervezet külön egy olyan adatstruktúrát létrehozni, amiben külön választható területek megragadhatóak, a kimenet, a folyamatokat leíró indikátorok és a kontextusokat, jelözményeket, korlátokat megragadhatóvá tévő adatok, és mindez szintezve, tehát az egyéni szinttől egészen az oktatási rendszer szintjéig. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon differenciált, nagyon sokrétű, nagyon sok jól használható adatot rejt a működésben. Az munkacsoport, aminek én dolgoztam, ahogy a Laci említette, 10 évig aktívan és utazgatva, 10 évig csak levelezgetve adatot szolgáltatva, az a, még egy picit, ha visszamegyünk, az a középső oszlophoz kapcsolódó tevékenysége. Ja, ők nem látják, bocsánat, igen, akkor mindegy. Én megmutogatom. Na, tulajdonképpen... Nem osztjátok meg a... Akkor egy picit osszuk meg. Elfelejtettem, igen, hogy valóban mondta a Laci, hogy nem fogja megosztani, de most egy pillanatra, hogy érthető legyen, amit eddig így metakommunikatív úton mutat. Látjuk. Na, bár azt gondolom, hogy a jelenlévők többsége ismeri is ezt, úgyhogy tulajdonképpen konkrét bemutatás nélkül is remélem érthető, vagy követhető volt, amit erről mondtam eddig. Itt, amit most meg is tudok mutatni, tehát a második területként jelzett középső oszlop az, ami a Network C hatáskörében tartozott. Én erről szeretnék egy kicsit bővebb és kicsit szubjektív tapasztalatokat megosztani. Igen, tulajdonképpen azt gondolom. És ennek az tulajdonképpen a Network C, és no, ennek a ez a dia pedig azt illusztrálja, hogy ez a működés, a tényleges működés, a tényleges munka szempontjából, hogy néz ki az a munka, ami a INESZ keretén belül működő munkacsoportokra tagolódva ezeket az indikátorokat előállítja az előbb mutatott keretrendszer egyes kategória rendszerére számára.
ami nálunk tehát a célhálózathoz kapcsolódó tevékenység. Ugye itt látszik a célhálózat holland vezetésével működött abban az időben, amikor én a magyar képviselője voltam, és az idő alatt két tényleges az Education at a Glance indikátorfejlesztési munkája mellett két tényleges önálló mérési feladatba is beleugrott a hálózat. Ez az egyik az OECD középiskolai felmérése volt, amit röviden ICES-nek lehet emlegetni, a másik pedig hát tulajdonképpen a tanárok és tanterv adatok, és révén pedig az Education at a Glance megfelelő fejezetét, D-fejezetéhez való hozzájárulása volt a fő tevékenysége. Azóta ez a 2000-es évek közepe, vége felé kiegészült a TALIS mérésekkel, amik megítélésem szerint a legfajsúlyosabb, legkomolyabb vehető feladat vagy munka, amit ez a network az eddig eltelt idő alatt letett az asztalra, de arról most éppen nem fogok sokat beszélni. Azt gondoltam, hogy érdekesebb az út, ami odáig elvezetett. A cikkben majd meg fog természetesen jelenni, de itt inkább az útról szeretnék néhány gondolatot megosztani. Aminek az egyik... Jó, akkor ezt át is ugrottuk. Jó. Tehát magának ahogy a munkacsoport önmagát a vezetőjének a segítségével definiálta, az a fekete doboz felnyitása, azaz fekete a magyarán a kimeneti és a bemeneti tényezők közötti egyes tényezők megragadhatóvá tétele feltárása. Én személy szerint jobban szeretem azt a definíciót, ami úgy hangzik az OECD saját definíciója, hogy ez a munkacsoport a közvetlenül befolyásolhat, egyáltalán a befolyásolható tényezők segítségével formálható tanulási környezeteket, iskolai környezetet, illetve a rendszer szintű kontextust formálni tudja, ezekre igyekszik összpontosítani. A dia alsó részén jelenik meg az a TALIS, a két TALIS adatfelvétel mellett az az első két lépcső, ami azt gondolom, hogy itt, ha így folyamatában nézzem ezt a mondjuk bő 10 évet, amit átfog, a TALIS 2018-ban már nem vettem részt, tehát az általam megtapasztalt időszakot, ebben tulajdonképpen két adatfelvétel érintett, a felső középfokú adatfelvétel és a TALIS 2008. Az előzménye még a 90-es évek közepére tehető, amikor Magyarország még nem volt tagja az OECD-nek, tehát a számunkra már nem volt lehetőség. A TALIS 2018-ban pedig már nem volt lehetőség indikátorrendszerhez kapcsolódó foglalkozásokkal kapcsolatban utazni a megbeszélésekre. És elkerült máshova a feladat. Én erről az első számomra első lépésnek tekinthető feladatról tudok néhány érdekességet megosztani, ami azt gondolom, hogy érdemes egy
gyors áttekintésre. A TALIS felső középfokú adatfelvétele tulajdonképpen ambiciózus folytatását jelentette az alapfokú adatfelvételnek, amit mert ugyan mi nem voltunk részt, és ez volt az első olyan adatfelvétel, amiben Magyarország is részt vett ebben a munkacsoportban. Ez ambiciózusnak azért nevezhető, mert már magába foglalta nem csak az alapfokú felmérés folytatását, hanem az élethosszig tartó tanulás üzenetét is integrálta. Tulajdonképpen magával a címével úgy tekinti magát a Completing the Foundations of Lifelong Learning volt az angol címe, amivel tulajdonképpen explicit módon meghatározta a megközelítés, miszerint a tulajdonképpen a ISKET 3-as szint, tehát a középfok, a felső középfok, az a kötelező oktatás utolsó szakaszaként a élethosszig tartó tanulás alapozási szakaszának a végét kell jelentse, ami ugye egy mérföldkőnek van tekintve a kötelező oktatásnak az utolsó szakaszán elérhető végzettség, a felső középfokú végzettséget tekintik a lifelong learning, illetve az ESL szempontjából kulcsfontosságúnak, ami meg leginkább biztosít a lemorzsolódás, illetve az ellen és a lifelong learning ez leginkább hozzásegíti a tanulókat. Ez csak nagyon röviden inkább a módszert és a megközelítést akartam ezzel a diával illusztrálni. Négy indikátorcsoportot definiált a csoport, a network, a konzultációk során, és ennek mentén 16 országban igazgatói kérdőivel lekérdezett adatokból gyakorlatilag egy olyan benchmarkokra futott ki az eredmények leírása, elemzése után a munka, ami országszinten tulajdonképpen 11 benchmark. Tessék? Erősen köhítselek. Ja, ez az én utolsó diám. Tehát, hogy erre futott ki, ami az indikátorok egy specifikus használatát, benchmarkként való használatát is illusztrálja. Akkor azt hiszem, hogy nekem nincs is több diám, ugye? De van, de... Akkor csak annyi, hogy a következő, ugye, azt ugorjuk. De rendben. Ne köhítsen. Oké, hány percünk van? Mennyi idő van? -2. -2? Akkor röviden összefoglalom. Semmi gond. Szóval, ugye Annának az volt igazából a missziója, hogy bemutassa, hogy egy think tankből hogyan keletkezik egy erős mérőeszköznek szánt eszköz, a TALIS. Az egy másik kérdés nyilván, hogy a TALIS által nyert adatkincset, azt milyen mértékben használja föl, melyik résztvevő ország. Én amellett szeretnék érvelni, most már nagyon röviden, hogy ugye a PISA az egy picit másik út, de az az út, ahogy a PISA kormányozódik, és ahogy a PISA fejlődik, az igazából egy erősen közösség és transzparens út. Ugye ez egy mérés fejlesztésről beszélünk, ahol kognitív teszteket és kérdőíveket kell fejleszteni, majd próbaméréseket, főméréseket, stb. Lebonyolítani. Egyrészt az egy nagyon erős legitimáció, hogy maguknak a méréseknek, a mérési területeknek az az emberkép, ami a mérési területek tartalmi kereteiben egy sarokpont, ugye a boldogulni képes állampolgár.
Nak a víziója, aki a szövegértési képességét, a természettudományos műveltségét, a matematikai eszköztudását a jövőben majd arra fogja használni, hogy elboldoguljon a nagy ellátórendszerekben, részt vegyen a demokratikus közösség életében, felsőoktatásban és a munkaerőpiacon. És ugye ez képezi mindennek az alapját, amit ugye gyakori a kritikája abból a szempontból, hogy ez egy nagyon instrumentalista szemléletnek tűnik egyesek számára, de valójában a megfogalmazáson múlik a kérdés, tehát hogyha egyszerű mondatokban fogalmazzuk meg ezt, akkor szerintem a konzervatívtól a szociáldemokratán keresztül a neoliberálisig bárki egyet tud érteni azzal, hogy ezeket a dolgokat helyes, hogy mérjük. Itt látható ábra az elsősorban azért szerepel, hogy látszódjon, hogy milyen egymástól való függésben dolgozik egyrészt az OECD titkárság, másrészt ugye az OECD által kiírt globális pályázaton nyertes konzorcium, aki végül a mérést fejleszti. És együttműködésben a nemzeti központokkal velünk lebonyolítja. Ugye nekünk rengeteg lehetőségünk van arra, hogy kontrollt gyakoroljunk, eljárásrendbe beépített lehetőségünk arra, hogy kontroll gyakoroljunk, akár a kognitív ütemek készlete, már a legelső pillanattól kezdve, akár a kérdőív kérdések készlete fölött. És aztán nyilván a mi dolgunk a nemzetközi ekvivalencia megteremtése is, és a többi. És valójában még a jelentés készítés folyamata is olyan, hogy akár az utolsó pillanatig jelezheti a részvevő állam, hogyha valamilyen adattal kapcsolatban hibát talált, vagy úgy látja, hogy nem megfelelő módon történt az adatfelvétel, és annak a közléséhez nem járul hozzá. Ez az egyik fele. Annak... Bocsáss meg, lejárt az időtök. Köszi. Kérlek, hogy egy-két mondattal zárt. Egy-két mondattal lezárt. Újabb ilyen nagy táblázatok. Jó, ezek nem érdekesek a táblázatok, egy-két mondatban összefoglalom. A következő a mondani valónk lényege az, hogy egyrészt a PISA fejlődése során ugye eljutott oda, hogy megjelentek a különböző területek, megjelentek olyan területek is, amelyeket végül a tagországok úgymond blokkoltak, nem a PISA Governing Boardon, hanem már a nemzeti projekt vezetőkön keresztül úgynevezett kötelező területek, tehát ezzel azt akarjuk majd bemutatni, hogy a mérés fejlesztésében egészen váratlan módon ugye bele tudunk szólni az utolsó pillanatig. Másrészt amellett is szeretnék érvelni, hogy a PISA-val való együttműködés során a magyar mérési rendszer fejlesztése az egy hasonló utat járt be, megjelent először a szövegértés és a matematika, majd később ugye mostanra mindezt ki fog egészülni a természettudománnyal és az idegen nyelvvel, és idén, 2022 végén már ugye digitálisan is fogjuk lebonyolítani az országos kompetenciamérést, aminek ugye az a küldetése, hogy tanulói, iskolai, fenntartó és országos szinten is visszajelzést adjon. Nyilván nem akarunk amellett érvelni, hogy ez már a adatalapú döntéshozatal meghonosítása lenne ezeken a szinteken Magyarországon, de az mindenképpen az OECD-vel való közös munkának köszönhető, hogy az a filozófia, hogy a vezetői tevékenységtől elválaszthatatlan az adatalapú döntéshozatal, és az arra való törekvés, hogy ezeket az adatokat a köz rendelkezésére bocsássuk, az ilyen már megtörtént. Így tudnám összefoglalni. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, most megnyitnám a közönséget. Szeretném egy pár szóval kiegészíteni, vagy megerősíteni az előttem szólók mondani valóját, az általuk elmondottakat. És itt Ostoris Lacihoz kapcsolódva elmondom, hogy mi volt az oka annak, hogy a PISA egyrészt egy kész tervvel állt elő, amihez csak jóváhagyás kellett az országok részéről, és ezt meg is kapták, hanem mi volt az oka annak, azt is elmondanám, hogy mi az oka annak, hogy az országok irányították gyakorlatilag azt, hogy mi legyen a PISA-ban és hogy legyen.
megerősítve azt is, amit Gábor mondott, hogy igazából eszközként nagyon jól lehet használni az OECD-t, hogyha ezt okosan teszik a tagállamok. Hát ugye a PISA-nak volt előzménye. A PISA előzménye volt az IEA, ami, hogy mostan személyes élményeimre is hagyatkozzak, végeredményben Andreas Schleicher, az Neville Passersweight-nek a tanítványa volt, Neville Passersweight pedig Huzén professzor tanítványa volt. E két utóbbi írta meg az International Encyclopedia of Education-nek, ők voltak a főszerkesztői. Andreas tulajdonképpen 1991-ben lépett be ebbe az egész közösségbe oly módon, hogy kiváló fizikus hallgató volt a Hamburgi Egyetemen, ahol Neville Passersweight volt a tanára, és ő fölvállalta azt, hogy az 1991-es OECD Literacy, illetve IEA Literacy Study-nak az adatfeldolgozását megcsinálja. És ő a hat egyetemista összeállt, és az egyetem pincéjében egy külön pénzből gyorsan alapítottak egy ilyen kis KFT-szerűséget, és ők csinálták meg ezt a Reading Literacy Study-nak az adatfeldolgozását. És ebből lett az az IEA DPC, ami többek között a PIAC-nak az adatfeldolgozását is csinálja. És ugyanebből az Andreas Schleicherből lett az OECD oktatási igazgatója. Tehát itt olyan, hogy is mondjam, csak generációk, de szinte dinasztiák alakultak ki, aminek megvolt a párja az országok körében is. Tehát az A hálózat, amelyik ugye ezt elkezdte tervezni, meg akik azt mondták, hogy az IEA az nem elég, meg nem biztos, hogy úgy kéne csinálni, az akkor már, amikor az A hálózatban már a fele ember az IEA-ból volt. Én is többek között. És aki ezt igazgatta, az Andreas Schleicher volt, aki átélte azt, hogy az IEA azt mondta, hogy nem lehet ingyen használni az IEA adatbázist. Úgyhogy ilyen emberi dolgok is, meg hát helyzetbeli dolgok is hozták azt, hogy az OECD már egy más koncepcióval állt hozzá a PISA-hoz, pont azzal, amit te itten elmondtál, tehát az IEA az még tantervekben gondolkodott, meg évfolyamokban gondolkodott, a PISA már nem. És ezt azok alakították ki az egésznek a koncepcióját, akik az A hálózatban több mint a fele az IEA-ból jött. Ennyit akartam hozzátenni. Köszönjük szépen. Én szeretnék egy ilyen talán kényes kérdést feltenni. Bevallom őszintén, hogy kerestem volna egy szerzőt ehhez a számhoz, aki arról írt volna, hogy mennyiben igazak ezek a számok, amiket itt mondjuk az Education and Glance, meg a Thalys, meg hát lehetne sorolni, hogy vagy mennyire befolyásoltak politikailag. Mert hiszen tudjuk, hogy ezek a jelentések, ezek igazániból oktatáspolitikai eszközök, ha úgy szabad mondanom. Tehát magyarul azért, mert nem találtam ilyen szerzőt, tehát bevallom őszintén, pedig érdekelt volna, hogy mennyire kozmetikázottak ezek a számok. Itt ugye mondtad, Péter, hogy nyilván van a politikának, az éppen élő, vagy éppen regnáló oktatás politikának mindenfajta
hogy mondjam, csak ilyen vétójoga, meg ehhez hasonló joga. Tehát mennyire látod azt, hogy ezek a számok valódiak? A másik ehhez kapcsolódó kérdés, hogy mennyire, hiszen te benne vagy ennek az oktatáspolitikának valamennyire a részében, tehát valamelyik részében, hogy mennyiben PR eszköz ez. Tehát én azt látom, hogy amikor megjelenik mondjuk az Education and Guns, akkor az újságokban van egy kormányzati közlemény, hogy fú, és akkor kiemelnek mondjuk két számot, ami tényleg javult az előző évhez képest, és hát ugye elhallgatnak mondjuk 25-öt, ami megromlott. Ha nem akarsz, nem válaszolsz, nyilván a te pozíciód más, mint az enyém. Én kérdezhetek ilyeneket, hogy nem muszáj válaszolni. Én hasonlóan kellemetlenkedni szeretnék, már a Gábornak is kellemetlenkedni akartam, de ő kimenekült a holland szélső jobboldal felé. Természetesen nem arra gondoltam az előző kérdésemben sem, hogy az, hogy feltűnik egy periférikus ellenzéki párt, ami nem annyira demokratikus ez, ami van, hanem arra gondoltam, hogy ugye az Education at Glance-nak, meg általában ugye az OECD-nek, hát most nagyon, hogy mondjam, primitíven vagy szatirikusan fogalmazva, van egy olyan gondolata, hogy a több oktatás az valahogy jó dolog. Tehát ugye az valahogy jobb, hogyha többen járnak iskolába, meg hosszabb ideig, meg egyebe. Na most vannak egyes kormányok, amelyek most éppen történetesen például Budapesten regnálnak, amelyek ennek az ellenkezőjét gondolják. Tehát amelyek úgy gondolják, hogy lejjebb kell vinni a tankötelezettségnek az idejét, meg azt gondolják, hogy a legjobb az, hogyha az emberek nem járnak a felsőoktatásba, meg azt gondolják, hogy a felsőoktatásba járásnál a legjobb kiválasztási szempont az nem az, hogy nem tudom én, kik tanulnak nyelveket, vagy kinek vannak, kik az okosabbak, hanem kik katonáskodnak többet, és hasonló. Tehát itt ez az igazi kérdés, nem az, hogy előfordul egy-két szörnyű szélső jobboldal ott a Hollandiában, akiknek a nagy része Magyarországon puha liberálisnak számítana, de mindegy. Tehát az az igazi kérdés, hogy amikor ténylegesen hosszabban regnáló oktatás politikák teljesen nyilvánvalóan szembe mennek ezzel a többé-kevésbé látens, vagy többé-kevésbé nyílt, inkább ezt mondanám, a nemzetközi normavilágnak, tehát mondjuk ez a több oktatás, nagyobb gazdasági növekedéssel, stb. Jár együtt. Most nem menjünk bele, hogy ez mennyire igaz, de kétségtelen tény az OECD-nek és ezeknek a szervezeteknek ez az alap felfogása, akkor ezt hogy kezelik az OECD-be delegált szakértők? Ugye ezt akartam kérdezni a Gábortól. Így tulajdonképpen tőletek is ezt kérdezem, noha tőletek nyilván még kevésbé várható, hogy erre egy sisakban választ tudtok adni, de legalább elhangzik ez a kérdés. Azért többé-kevésbé, de mert igazából ugye ebből nagyon sok olyan elem volt, amire semmiféle rálátásunk nincsen. Tehát alapvetően én arra tudok reagálni, hogy most a mérési eredmények azok hogy keletkeznek, meg hogy ott van-e igény arra, hogy valaki beleszóljon, ilyet nem tapasztalunk. Tehát az inkább olyasmi érhető tetten, hogy amit Gábor is mondott, hogy van egy játék a különféle kormányzati központok között, és van, aki inkább igényelni az OECD, tehát akár hívna, mondjuk az OECD-t országát világítani, olyan is van, aki még inkább nem. De alapvetően igazából most egy dologra tudok, most itt ez inkább csak egy példa. Tehát, hogy ugye annak idején nagy problémaként érzékeltük mindannyian, vagy hát nagy problémaként érzékelte a média, meg egyáltalán a közoktatással foglalkozó közvélemény, hogy amit felhozta a tankötelezettség kornak a befolyásolását. Ezzel kapcsolatban valójában igazából OECD szerte teljesen különbözik minden. Tehát amikor a PISA például a 15 éves
korral ütték be, akkor ez alapvetően azért volt, mert akkor még mindenki tanköteles volt az OECD tagországokban. De viszont ennek az apologétájának a szerepébe sem akarok beszorulni, mert alapvetően az engem érintő kérdés az arra vonatkozott, hogy kozmetikázzuk a mérési adatokat. Az egy másik kérdés, hogy azt nagyon nehéz megítélni, hogy milyen mértékre használja fel a mindenkori oktatási kormányzat azt, amit adunk. Amúgy azt érzékeljük, hogy folyamatosan növekszik az érdeklődés a nemzetközi mérések adatkincse iránt, de valóban azon túl nem tudok konkrétumot mondani, hogy a saját mérési rendszerünk fejlesztésébe, abban viszont minden kormány nagyjából azonos mértékben bele akart szállni. Tehát az országos kompetencia mérést, azt szemlátítóan konszenzusosan mindenki egy olyan eszköznek tekinti most már 2001 óta, amit használni akar, vagy legalábbis befolyásolni akarja a fejlesztését, és minél több feladatot akar neki adni. Ezt a Berényi Eszter egyik tanulmányában szerepel ez a gondolat, hogy az országos kompetenciamérés az a közpolitikai barkácsolásnak az iskola példája, mert hogy ugye valóban az a helyzet, hogy van egy eszközünk, egyébként valami nem ez az egy eszközünk van, ugye ott van még a szegedieknek az EDI-ja, de azt picit nehéz bevonni az országos mérési rendszerbe, mint kötelező elemet, de is alapvetően van ez az elem, és akkor ezt az elemet akarjuk felruházni minden olyan küldetéssel, amiből adatot akar kinyerni az oktatási kormányzat. Amúgy az Education at a Glance részéhez ott az is a hivatal, szerintem oda is a hivatalból kérnek adatot, de nem tudunk, hanem a nemzetközi osztálytól, akik az EURUDIC-ét is csinálják. Hadd egészítsem ki még ezt azzal, hogy nem olyan könnyű adatot hamisítani, hogy úgy mondjam, a küldő ország számára sem, mert ez azért egy kicsit olyan, mint a könyvelés, hogy ha valaki egy adatot megváltoztat benne, ami nem igaz, akkor egy csomó helyen, és tehát sokkal nehezebb hazudni adatokkal, mint nem hazudni. És egy konkrét esetre emlékszem, amikor egy ország, ezt nem említem, hogy melyik, megpróbálkozott azzal, hogy a nyílt végű kérdéseket olyanokkal töltettek ki, akik nem vettek részt a mérésben. És volt egy ilyen eset, mert megtalálták, ugye, akik értékelték, egy bizonyos mennyiségű feladatlapot be kellett mindig küldeni ellenőrzésre, és ezek megtalálták azt a nemzetközi csapat, hogy ugyanolyan kézírással volt kitöltve. Na most akkor az Andreas megfenyegette azt az országot, amelyik ezt megtette, hogy vagy visszavonja az adatait en bloc, vagy pedig országvilág előtt el fogja mondani, hogy mi történik. Na, ezt azért nem akarták. És általában az a metódus, hogy visszavonni lehet az adatot, tehát hogyha valamelyik ország úgy tartja, hogy ezt nem akarná publikálni, azt megteheti. És ezt Franciaország nagyon sokszor meg is tette az Education at a Glance-ban. De hazudni, tehát kizárnak egy olyan közösségből, amelyik alapvetően a bizalomra épül. És ez működik. Úgy látom, hogy Gábor. Köszönöm, ezt nem lenne baj, ha valamelyikőtök le is írná így, mert ugye, hogy mondjam, sok olyan kutató van, akinek van rossz tapasztalata. Aha. Én fiatal kutatóként ugye egyszer jártam úgy, hogy egy néhány kollégámmal kaptunk egy megbízást, és hát kiszaladtunk az időből, és hát így aztán azt csináltuk, hogy beleéltük magunkat a mintavilágának a lelkébe, és kitöltöttünk néhányat kérdőívet, hogy meglegyen a mintaszám.
de ez egy, mondjuk ez egy diákcsín, de ugye a politikai befolyásnak a, hogy mondjam csak, hatásáról azért elég sok pletyka kering a kutatói körökben. Tehát magyarul nem lenne baj, ha ezt leírnátok. Tehát valamelyik őtöknek a, hogy mondjam csak, a munkájába, tehát például Annáéknál bele lehetne ezt valahol írni, hogy mennyi, hogy ezek az adok az megbízhatóak, mert ha nem megbízhatók, akkor inkább visszavonják őt. Tehát ez egy fontos dolog, hogy és azt gondolom, hogy ez miután ezt a folyóirtat sok kutató olvassa, ez azért érdekes lehet. Bocsánat. A Halász Gábor, mintha akart volna valamit reagálni. Igen. Igen, köszönöm szépen, Péter. A két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy az a kérdés, amit te és István feltettetek, ez egy elvezet ahhoz a tágabb dilemmához, hogy vajon a kutatói közösségnek szabad-e együttműködésbe, kommunikációs kapcsolatba kerülni a politika világával, hiszen hogyha ez megtörténik, akkor elkerülhetetlenül bekövetkeznek azok a dolgok, amiket az István jelzett, hogy megjelennek a készítések az adatok torzítására, torzított értelmezésére, a propaganda célokra való felhasználására, és így tovább. Én erre azt mondanám, hogy képzeljünk el két rendszert, két országot. Az egyikben arra jut a kutatói közösség, hogy ezek miatt, a kockázatok miatt ő nem bocsátkozik interakcióba a politika világával, és a másik pedig felvállalja ezeket a kockázatokat, és együtt tud élni ezekkel. A kérdés, hogy vajon hosszú távon melyik ország, melyik közösség, melyik rendszer jár jobban, nekem nincs kétségem azzal kapcsolatban, hogy azok a rendszerek lesznek jobbak, ahol ez a kommunikáció az összes ellentmondásával együtt fennmarad valamilyen módon. Az OECD egyébként annak a teremnek vagy platformnak tekinthető, ahol ez a kommunikáció zajlik, ahol a tudomány felől nézve azt lehet mondani, hogy torzulnak dolgok, de a politika felől pedig azt lehet mondani, hogy a politikának egyfajta racionalizálása történik, ami enélkül nem tudna megtörténni. És a másik dolog, amire a Péter utalt, hogy az OECD vajon az oktatás kiterjesztésének és az oktatásra való kiadások növelésének egyértelmű oldala álláspontján van. Igen, így van, ahogy a Judit mondja, ez részben önmagában sem így van, részben az van, hogy ennél szinte fontosabb annak a kérdésnek a felvetése és vizsgálata, hogy vajon a ráfordított erőforrások, vagy az expanzió, az hoz-e eredményeket és hatékony felhasználási eredmények. Ez azt jelenti, hogy a következtetés az végül is az, hogy abban az esetben, ha nem sikerül hatékonyan felhasználni az erőforrásokat, és az expanziónak negatív következményei vannak, akkor természetesen nem a költés növelését és az expanziót kell folytatni, hanem a rendszernek a racionalizálását. Azt hiszem, ez a domináns gondolkodás. És egy utolsó szó arról, hogy az OECD igazából ennek ezt az őszintességet, hogy úgy mondjam, vagy tisztességet, ahogy az adatokat szolgáltatjuk, azzal viszonozza, ha szabad ezt mondani, hogy nem ítélkező. Tehát amikor az Education at a Glance-t írjuk, akkor írják, akkor én magam tapasztaltam, hogy minden olyan megállapítás, ami ítélkező jellegű volt, azt úgy kihúzták belőle, mint a húzat. Vagyis le lehet írni azt, hogy melyik ország van a, mit tudom én, felső harmadban az adatok tekintetében, melyik van az alsó harmadban az adatok tekintetében, de azt, hogy valamilyen elítélő megjegyzés legyen bármelyik országgal kapcsolatban, ezt nem tűrik el. És szerintem ez nagyon jó. Mert sajnos a EU-s... Miért jó egyébként megindokolnád? Hát azért, mert az OECD egy kutatótársaság, nem egy
Tehát ő tényekkel foglalkozik, és nem bírálatokkal. Az benne van az OECD, az, hogy milyen programokat indít el az ország, meg milyen jó gyakorlatokat emel ki. Az mind benne van, tehát ebből mondjuk lehet következtetni arra, hogy mit gondolnak azok az emberek, akik ezeket írják. De az, hogy elítélőleg nyilatkozzanak egy országról, azt nem engedik meg maguknak. És ez szerintem, ez tehát politikailag korrektek ilyen értelemben, és ez jó. Nagyon szépen köszönöm. Úgy tűnik, hogy erős csúszásban vagyunk. Az a kérdésem, hogy mit szólnátok hozzá, ha nem lenne 10 perc szünet, hanem valóban lenne egy mondjuk 2 perces technikai szünet, és akkor 10 óra 42-kor, ha nagyjából mindenki, aki itt van felbukkant, akkor Ákos el tudná kezdeni. Nyilván egy pici technikai szünetet muszáj. Hát én bejelentkezik a telefonomból, és tudod szemlítkezni a saját népet? Jó, akkor 10.42 vagy 10.42 körül kezdenénk. Jó. Okay. Ezt hogy lehet? Jelzést kérnék, hogyha itt vagytok, ez amiben ki vannak kapcsolva a monitorok, vagy a kamerák. A kamerádok? Tökéletes. Érdekes, hogy most ilyen. Hol ez a... Jó. Most
az, hogy nem mindenkit ért vissza, az a kisebbik baj, az a, az a nagyobbik, hogy még Bot Péter Ákos sincsén. És már meg is jött Bot Péter Ákos. Nagy tisztelettel üdvözlöm konferenciánk második részének indító előadását. Bot Péter Ákos, aki az eredeti terv szerint az első lett volna, csak Gábor oltása miatt bevállalta ezt a cserét. Úgyhogy én most abban bízva, hogy nagyjából minden érdeklődő közben megérkezett, megadnám Bot Péter Ákosnak a szót, parancsolj. Köszönöm szépen, remélem jól hallatszom, és ami fontos, és látszom, ami kevésbé. Köszönöm szépen a meghívást, elnézést, hogy én sürgető e-mailt küldtem, de hát ugye ez idő pénz, másodszor pedig vannak az emberek biológiai szükségleté, hogy egy élő klasszikust idézek, én például meg kávézni akartam, és most el is szaladtam, és meg is csináltam. Nagyon köszönöm valóban a meghívást, mert az oktatói közösséget ismerem, tisztelem messziről, magam azonban ugye gazdaságpolitikai témát kaptam, sőt azt is hozzáteszem, hogy Polanyi tanár úr első címet, amikor adott nekem, abban benne volt még a szuverenitás kérdése is, én azonban ezt kicsempésztem a címből, már a szuverenitásra foglalkozom, például a pénzügyi szuverenitás ügyével, meg annak az illúziójával van-e, de itt nem éreztem annyira relevánsnak, és az eddigi beszélgetés is rámutatott arra, hogy ez egy olyan intézmény, amelynél fel se nagyon merül az, ami esetleg mondjuk a valuta alapi hitelfelvételnél felmerülhet. Úgyhogy akkor rá is térek arra, nagyon érdekes volt a délelőtt, és még lett volna nekem is kérdésem például a PISA ügyeknél, hiszen például éppen a héten idéztem egy publikációmban ezt a mérést, de akkor rátérek arra, hogy egy közgazdász látja. Öt tézisem lesz, nagyon röviden, mert hiszen elvileg ugye a cikk majd hozzáférhető lesz az olvasóknak, és a tézisek nem módszertanilag, magam is azt választottam, hogy kisebb rész személyes tapasztalatokra épült, az írott rész, meg amit most elmondok, és hát persze a nagyobb rész szakirodalmi, illetve dokumentum elemzés, ezt a részét most itt ugye nem tudom prezentálni, nem is akartam készíteni írásos anyagot, prezentáció, diákat, mert jobb a békesség, nézzük van még eleget, sajnos az a gyanúm az év vége felé. Úgyhogy hát tessék elhinni, hogy ott a mögött vannak dokumentumok. A módszerből adódóan egy kicsit olyan lesz ez, mint az ismert elefánt történet, hogy mindenki leírja az elefántot, ahogy ő látja. Én az elefánt lábnyomáról akarok beszélni, tehát hogy az OECD tagság mennyire és milyen módon befolyásolja a magyar gazdaságpolitikát. Akkor az öt tézisem, az egyik az úgy szól, hogy egy szervezeti tagságnak a hatása az nem a belépéskor kezdődik, hanem már előtte is megkezdődik, sőt, még akár szinte fontosabb is, az alkalmazkodási szándék a megfelelési erőfeszítések miatt. Ez nyilván nem csak az OECD-re igaz, más tagságra is, az Európai Unió vagy valóta, ilyesmi, de hát ha ez a téma, én utána gondolkoztam, néztem, és beleütköztem abba, amit én el is felejtettem félig meddig, hogy magam is 1980-ban egy társszerzővel egy cikket írtam az OECD akkori stratégiájáról, ami természetesen sajátos helyzet volt, hiszen a Magyar Népköztársaság számára csak tájékozódási érdeklődés kapcsolódott az OECD-hez. Ugye az a G7-ek titkárságaként működött, mit akarnak itt a forgulódnak a tőkés hatalmak, mit akarnak, ugye 79-80 a nagygazdaság, akkori nagygazdasági krízis után. Aztán, amikor Magyarország belépett a világbank valuta alap 2-s 1980-ban, akkor már nagyon megváltozott az attitűd a nyugati szervezetek iránt, és abban már én érzékeltem, hogy az OECD is megjelent a gondolkozásban. Olyannyira, ezt is idézem az írásos részben, mert érdekes is magamnak,
újraélni, hogy a 1989-es MDF program, ami később ugye kormányprogram alapja lett, az, és szerénységem tűnt, hogy megnevezzem a program szerkesztőjét, a megemlíti expressis verbis, hogy mi Magyarország csatlakozni kíván az OECD-be, és ez 89. Tehát itt van egy olyan törekvés, amelyet talán még az is, sőt, nyilván az is fűtött, hogy azt lehetett látni, hogy az Európai Unió, közös piac, ECB, EKB, Európai Unió belépés az egy hosszú folyamat, de annak, ha nem is pótléka, de annak a kiegészítője, arra való felkészítés, illetve hát annak a kiegészítése mégiscsak más szempontból, az OECD, tehát az fontos, fontos intézmény, amelyhez tehát elkötelezettség tartozott, és akkor közgazdászként arra is tudnék utalni, hogy például az OECD-hez kötődő, azáltal működtetett kokom lista, az bizony a technológiai, ipari fejlődést fékezte, ugye bizonyos technológiákat nem lehetett megkapni, amíg ellenségként voltunk minősítve, és nagy nehezen, elég nehezen levettek minket erről, 91, tehát 90 végén, kicsit megkésve a listára. Tehát az első tézis, hogy igenis volt hatása, de nem a belépéskor, hanem inkább a belépés előtt, mert hogy be akart lépni, először tájékozódottan be akart lépni Magyarország. A második tézisem, és itt nagyon érdekes volt, amit hallottam, hogy milyen ez a szervezet, elhangzott, hogy neolib-e, vagy inkább akár szozdem felé hajlik, elhangzott, hogy PC, abban PC, abban az értelemben nem nevezi néven a gyengébeket. Én úgy fogalmaznék, hogy pragmatista és objektív. Pragmatistább és objektívebb, mint például az Európai Unió, vagy az IMF. És ezzel majd nyilván fogunk beszélgetni, vitatkozni. Ezt alátámasztani tudnám az, hogy pragmatistább és sokszínűbb bizonyos értelemben, mert bár kisebb a tartománya ennek a klubnak a tagsága, mint mondjuk a világban valótalap, de, és nagyon lényeges, nem fűződik pénz a döntéshez. Tehát ezért tud objektíve lenni, és mert nincsen tárgyalási pozíciója, az IMF által készített országtanulmányokat megnéztem, ugyanabban az időszakra vonatkozó IMF-et, és ugyanabban az időszakra vonatkozó Economic Surveys-t. És lehet látni, hogy a OECD delegációja idejön, tárgyal, körbenéz, ír egy tanulmányt, egy könyvecskét, és annak a leíró részével alapvetően közgazdászként egyetértek. Az IMF-nél pedig lehet érezni, hogy a helyzet elemzés az arra fókuszál, ami később tárgyalási ügy, konfliktus lehet, ahol a hitelfelvételi kondíciók miatt fontos az ügy, és tehát ezt most talán nem fejtem ki, de így érzem, hogy ez, és a kormányok is lehet ezt érezni, kevésbé sziszennek fel, ha van egy mondat, részben, mert általában nagyon barátságos a mondat, vagy megértő, részben pedig azért, mert nincs következménye. Megnéztem néhány érdekes ügyet, például, hogy a rendszerváltozás időszakában a privatizációt, a liberalizációt, tehát a washingtoni konszenzust felmondja az OECD, és egészen pragmatista volt, például a magyar speciális, és a környéket tekintve talán a legjobb magyar privatizációt, most egy furcsa mondat, de értelmes mondat, azt elfogadják. Itt nem volt kampány, nem volt olyan típusú kiárusítás, hanem hát egyenként privatizáltak kormányok vállalatokat, használt vállalatokat, és többen elfogadta, sőt, dicsérőleg fogadta ezt
a magyar megoldást, miközben a világ sajtónak nagyon tetszettek azok a sok terápiás megoldások, hogy mint a kuponos privatizálás, amelyébként közgazdaságilag már akkor is lehetett tudni substandard, vagyis vacak. A harmadik tézisem, és csak ezt úgy fogalmam össze a másodikat, hogy ez egy klub, és nem házasság, mint az Európai Unió, tehát könnyebb beszélgetni, kisebb a tét, és nem kell annyi mindennek megfelelni, ki lehet esetleg bizonyos vonatkozásokban maradni, van olyan program, amiben van egy ország, nem akar részt venni, nem kötelező minden, mert nincsen annyira koordinálva. Ez így látom én is, és amit hallottam az oktatási részt tekintve, az ez egybecseng. A harmadik tézisem az, ahogy érzékelem a dokumentumok alapján, én személyesen is valamit kapcsolatom volt, személyes kapcsolatom, tehát vettem részt bizonyos munkátokban, de ilyen mélységben, mint az előttem megszól szakértők, egyáltalán nem, tehát nekem volt személyes részvételem valamennyi, aztán korábban foglalkoztam vele, aztán később nem foglalkoztam vele, ilyen nemzetközi szervezeteket tanítom egy tárgyam keretében, de az OECD-t megemlítem, viszont a Valutalap Világbank az órákat töltünk, ezzel nem. Úgyhogy nekem is sok rákészülés kellett az, hogy valamit tudjak mondani a témáról, magam számára is, és átnézve azt érzékelem, és ez a harmadik tézésem, hogy ha a Világbankot, Valuta Alapot, majd később, és az Európai Uniót, annak a gazdasági kormányzási struktúráját veszem, Eurózónát is ideértve, akkor az OECD-nek a gazdasági leírása, Economic Survey, ami a gazdasági és gazdaságpolitika leírása, bizonyosítva minősítése is, bár óvatos minősítése, e vonatkozásban erőteljesen érzek egy folyamatos eltolódást a hard gazdasági területektől a softak felé. Kezdettől fogva is már ezek ott voltak, de az idő haladtával még erősebb lett. A softnak nevezem most a közigazgatást, az egészségügyi oktatást, a nyugdíjügyét, társadalombiztosítást, aztán azokat a témákat, mint korrupció és ilyesmi, azokat a területeket, amelyek viszont nem nagyon szerepelnek ilyen részletesség és ilyen hangsúlya, mondjuk egy valutalapi négyes szikkel szerinti konzultációban, ami alapvetően tényleg a pénzről szól, direkt módon tehát mondjuk egy hard tényekről szól. Ez a harmadik tézisem, és majd meglátjuk, hogy ki mit szól hozzá. A negyedik tézisem az viszont egy olyan folyamat, ami, hogyha most itt volna velünk Pogácsal tanár úr, aki az OECD globális szerepéről tart ezek szerint előadást, az valóban az, hogy a kezdeti aránylag homogén OECD, ami egy időszakban a G7-ek titkárságaként funkcionált, legalábbis az én szememben ez volt a fő jelentése, bővülvén, kiszélesedve, mint klub, mint kör, és változik a tagországokon belüli világkép is, meg a nem tudom, a szervezet, akár esetleg a Párizsi Európai Központ miatt, tehát amelyik ilyen értelemben elmozdult a soft felé, ugyanakkor az utóbbi néhány évben egyre több regulátori teendőt vesz magára. Most ez azt is jelenti, hogy itt nem lehet a konfliktust elkerülni, hiszen ha a regulátor kidolgoz egy ajánlást, mint amik a BIS, a bázeli szervezet, a bankvilág számára, ez a bázeli, ki hallott, hogy bázeli normák előirányozatok,
Nos, ha kidolgoz egy normát, akár mondjuk a globális minimumadót a vállalati profitokra, ez egy mostani ügy, nem nagyon mostani, de most különösen izgalmas ügyük, pláne amikor a magyar meg és az ír kormány kézzel lábbal kapálózik ezzel ellen, és az új amerikai kormányzat viszont, amelyik eddig nem nagyon támogatta ezt most, és ez nagyon fontos az ő részvétel, támogatja. Az OECD régóta támogatja logikai alapon és gazdasági alapon, etikai alapon is lehet támogatni. De mindesetre egy ilyen regulátori szerepet vesz fel egy szervezet, akkor komolyabb lesz a súlya. Nem mindegy, hogy abban a műhelyben, amely megalkotja azt a normát, milyen számok, milyen mértékek jönnek ki, viszont nyilvánvaló, hogy ilyen értelemben konfliktusosabb lesz, és ezt éreztem is már a OECD-vel kapcsolatos magyar hivatalos állásfoglalásban, például a külgazdasági és külügyminiszter, azt hiszem ez a magyarul a megnevezés, angolul nem ez, tudják, az a magas fiatalember, az már beszólt az OECD-nek is, még nem úgy, mint másoknak, de az is eljön majd. Már csak azért is, mert az említett vállalati minimál profit szint mellett itt van a pénzmosás, amit már régóta hajt az OECD, és rákényszeríti a bizonyos szabályait olyan országokra, amelyek esetleg maguk ezt nem csinálnak, meg most nem volt van szó alapvetően, már rólunk is, de nyilván Svájcról, Luxemburgról, stb. Hollandiáról. Itt az antikorrupciós ügy, tehát amikor ezt a soft tényezőt mondom, hát az bizony nagyon kemény, az értékek, etika, tisztesség, átvilágíthatóság, akkor a természeti környezethez való viszonyulás, ez is elhangzott, ez nagyon erős, ez kezd egyre erősebb lenni. Ez a gondol. Tehát ez a fajta regulátori szerep, az azt is jelenti, hogy itt már valóban kezd visszajönni az, hogy a szuverenitás, hogy szuverén államoknak maguk szuverén módján, de meg kellene állapodniuk olyan nemzetközi normákban, amelyek a tisztességes kereskedelmi pénzmozgás, emberek, ideák mozgásához kell, mint alapfeltétel. Úgyhogy ez a negyedik tézisem. És az ötödik, az egy záró tézis, arra reagálva, amit ugye címként végül a mainak adtam, és ezt a bizonyos elefánt lábnyom, ha az új cél az elefánt, milyen lábnyomot hagyott a fűben, a sztyeppén, mennyire számított, és mennyire számít most az OECD tagság egy kis nyitott, közepesen fejlett, közepes mértékű ország gazdaságpolitikájában, akkor én oda konkludálok, hogy a magyar gazdaságpolitika nagy fordulataiban, ezek azok jellegzetes nagy fordulataiban nem találtam érdemi szerepet. Tehát akár a koros csomag, akár a 2006-os Gyurcsány csomag, a 2008-as, 2009-es válságkezelés, vagy a 2011-es nagyon szerencsétlen gyorsítási uszkorényi kísérlete akkori gazdasági miniszternek, azokra van utalás az ország tanulmányokban, félmondatok, csalódott félmondatok, meg aggódó félmondatok, de nem emlékszem, és nem is hiszem, hogy akár a színfalak mögött, vagy pláne a nyilvánosság előtt, hogy összecsattanás lett volna, illetve egyáltalán az OECD szakaparátusának a látogatásai nagyon erősen eljutottak volna a politika felső szintjéig. Nem tudom, ki szokta őket fogadni, de hát azt lehet tudni, hogy az IMF itt volt, és pénz kellett, akkor Horgyula fogadta őket, ha nem kellett pénz, akkor osztályvezető fogadta. Itt ebben az esetben azt gondolom, hogy de erre nincsen adatom, hogy nem jut fel a politika magas szintjére. Akkor viszont miben van szerepe? Én
a közigazgatás színvonalának az emelésében, a technical assistance típusú szakmai támogatásban, a gyakori kapcsolatból adódó szakkulturális fejlődésben, én azt gondolom, hogy egy nem mutatható, vagy nagyon nehezen mutatható szerepe, tehát kultúra és tudás átadási szerepe volt, és miután nem fűződött hozzá, pontosan nem fűződött hozzá vételkésze, nem volt annyira feszes és programozott, mint az Európai Uniós belépési 30 témacsoportból álló vizsgasor, bekerülési vizsgasor. Ezért kisebb feszültséggel és nagyobb kollegiális hangulatban, jobb hangulatban zajlott. Én ezt fontosnak tartom. És akkor persze azt is lehet mondani, hogy ez a kontribúció, amit az államapparátust, a civil service-nek a színvonalemelését nyilván meg, ez mégiscsak komoly hatás, akkor is amennyiben a politikai döntés támaszkodik a saját szakértőjére. Ha a politikusok azok nem a saját szakértőjére támaszkodnak döntésük meghozatalában, akkor nagyjából sajnos mindegy, hogy milyen az a szakértői kör, annak a színvonala, világképe és nívója. Ez az ötödik tézisem tehát, kicsi a közvetlen hatás, van bizonyos közvetett hatás, de a nagy fordulatoknál nem mutatható ki, és nem csoda, mert a think tank jellege miatt ez így logikus. Ha nagyon megerősödik a regulátori hatása, akkor viszont ez egy más ügy, akkor kezd közelebb kerülni az OECD azokhoz a szervezetekhez, mint például a valutalap, amelyek a maguk szűkebb területén, mert a valutalap az alapvetően valóban állt a monetary fund, ugye rossz a fordítás magyarul, egy monetáris alap, tehát az pénzügyekre vonatkozik, itt azonban egy sokkal szélesebb spektrumban vállal magára globális reguláló szerepet. Akkor az egy új szakasz, aminek által a körvonalait még csak látjuk, az egy következő 30 év múlva majd megírják az akkori visszatekintők és elemzők azt az időszakot. Én köszönettel megállok, és azt hiszem, hogy kicsit hoztunk be, hogyha nem is, de akkor nem csúsztunk úton. Állok ki ezt. Nagyon szépen köszönjük. Tamás, hogy szólna. Nagy érdeklődéssel, mindig nagy érdeklődéssel hallgatom Ákust. Néztem azért, mert a mondani valójának egy része, nem tudom, hogy fele vagy hányad része, az abban érzem azt, hogy valami közös alapon az ő érdeklődése és irányultsága meg mondjuk az enyém között. És egy második része az izgalmas, ahol én olyanokat mondani, amiket én nem tudok, vagy tudok ugyan, de nem tudom jól beépíteni abban, amit én tudok. Szóval ez is egy olyan OECD előadás, OECD-ről szóló előadás volt, ami megragadta a figyelmet. Amit kérdezni szeretnék, Ákos, az, hogy ezek alapján, amit elmondtál, milyen kilátásokat esetleg mondjuk itt egy jövőt jósolsz. Egyrészt az OECD-nek, és másrészt az OECD és Magyarország kapcsolatának. Lehet egy kicsit, ha van még más, akkor meddig tudok gondolkozni. Meg lehet látni az érdeklődés profilját. Persze, mindenképpen igen, először gyűjtjük a kérdéseket. Ugye engem az izgat, amit Ákos úgy fogalmazott meg, hogy hát, hogy ez a nincs igazi hatás a dologra, hogy nem itt jön-e elő az ellentmondás, hogy tehát amit az előző szakasz végén kezdtünk el itten pedzegetni, vagy kezdtem el én itten
Judit dicsérőleg említette, hogy az OECD nem gyakorol bírálatot, én aki egy, meggyőződéses imperialista vagyok, és azt gondolom, hogy a világ az csak úgy fejlődik, hogyha a centrum a antidemokratikus perifériára nyomást gyakorol. Tehát, hogy itt igazából nem arról van ez szó, hogy pontosan ennek a nyomásgyakorlásnak a hiánya az, ami tükröződik abban, amit Ákos úgy fogalmazott meg, hogy nem igazán jelent meg a döntésekben az OECD hatása. Világos. Gábor. Köszönöm, egy kicsit zajos ez a környezet, remélem, hogy nem durván. Két dologra reflektálnék. Az egyik, hogy az Ákos az egyik dolog, amit említett, hogy ezek a soft területek, ezek felerősödtek a részben a szervezet tevékenységben, részben az economic survey-ekben konkrétan. Én ennek a jelentőségét szeretném hangsúlyozni két szempontból is. Az egyik az, hogy ez az egyik olyan folyamat, aminek hatására az oktatási ágazat belekényszerül abba, hogy a tágabb gazdaságpolitikai kontextuson belül értelmezze saját magát. Amikor ez a folyamat zajlott, ezt az Oktatási Bizottság vagy a SZERI szintjén úgy lehetett érzékelni, hogy oda kerültek elénk az Economic Survey-nek azok a fejezetei, amelyek a ágazattal foglalkoztak, és nekünk ugye ebben a környezetben kellett erről kommunikációt folytatni. Ami nagyon erősítette azt, hogy ne egy izolált világban gondolkodjunk a saját ágazatunkról. A másik az, hogy ennek egyik hatása, hogy maga az oktatási ágazat, mint a gazdasági növekedés vagy gazdasági egyensúly szempontjából fontos ágazat felértékelődik a gazdaságpolitikusok számára is, amikor mondjuk például a skill terület úgy jelenik meg, mint a növekedésnek a szűk keresztmetszete, vagy egyensúlytalanságoknak a okozója. Tehát az ágazat szempontjából ez egy kifejezetten, ágazat pozíció szempontjából kifejezetten pozitív folyamat. A másik, a Péter megérzéséhez is kapcsolódva, meg amit korábban ugye a Judit mondott erről, a kritikus, a bírálat dolog. Sokkal erősebb a bírálat elem, mint ami kívülről látszik. Amikor ugye ez kevésbé érzékelhető az Education at a Glance és a számok, az indikátorokkal való munkaterületén, de akkor, amikor kvalitatív munka zajlik, és amikor direkt kommunikációban vagyunk kormányokkal, és amikor következtetéseket fogalmazunk meg, akkor megtehetjük azt, hogy rendkívül kritikusak vagyunk. Ugye minden ilyen jelentés elején ott van, hogy ez a dolog nem feltétlenül tükrözi az OECD-nek, mint szervezetnek a véleményét. Néha rendkívül kritikus kormányokat bíráló dolgok is megfogalmazódnak, de ez jobban látható akkor, amikor a tematikus review világát nézzük, és nagyon látható mondjuk akkor, amikor a direkt kommunikációt nézzük, hogy mondjuk egy miniszterrel vagyunk szemben, és azt mondjuk neki, hogy az, amit te csináltál, az két másik országban kipróbáltak és katasztrófához vezetett. Magyarázd meg, hogy miért akarod ezt a dolgot csinálni. Köszönöm. Ha nincs több, akkor reagálatok, és nagyon jól vártunk, mert pont visszafele tudok menni, hogy a Tamás kérdéséhez eljussak, hogy ugye hát még milyen kilátások vannak. A végén kezdem, hogy én is úgy láttam, hogy a tematikus munkacsoport anyagok, tematikus számok, azok sokkal explicitebbek, ott azok sokkal másképpen fogalmaznak, mint az országtanulmányok, amik nyilván megtárgyalnak a kormányokkal, ott azért aki stilizálja, az nem csak angolt stilizálja, hanem kiszedi a megjegyzéseket, és hát ott azért nyilván, és valószínűleg már oda
azt megelőző viták, amikben persze ott részt vesznek a tagországok képviselői, azok még élénkebbek. Na most ez a soft ügy, ezt idézőjelben mondtam, és nem is szerettem, mert ugyanis én magam, mint közgazdász, én nagyon jól tudom, vagy hát nyilván az én világképem is változott, hogy azok a kemény tényezők, tőkeáramlás, azok az idő elteltével, történelődő előhaladtával kevésbé lettek kemények, a fizetési mérlekorlátok nem annyira izgalmasak, ezzel szemben a humán tőkekorlátok, az intézmények szerepe óriási jelentőségű lett. Tehát az az egész közgazdasági gondolkozás, ami a növekedéshez, fejlődéshez kapcsolódó közgazdasági filozófia megváltozott, abban például a tőke között, a humán tőke, a nem közvetlenül megfogható tőke, és emiatt az oktatás, egészségügy, intézményrendszer. Úgyhogy ez nem az OECD érdeme, az OECD érdeme az, hogy ezt az újfajta a gondolkozást, a befogadó gazdasági növekedést, ezt a tagországok, meg az onnan jövő szakértők, meg a titkárság, meg az intézmény, ezt nagyon világosan képvisel. És akkor ebből rögtön megyünk előre, hogy hát ha ez egy korszerű és a hosszú távú fenntartatosságot segítő nézetrendszer, akkor egy tisztességes kormány egy tagországban ezzel egyet tud érteni, együtt tud élni. Tehát Kozma Tamás alapkérdésére, hogy a magyar jövőt tekintve mit várok? Hát ilyen alapon én azt gondolom, hogy a jelentősége nő, mert az ő mondani valójuk, meg az, amit mondjuk én gondolok, az a fejlődésről, növekedésről, környezetről, társadalomról, demokráciáról és államról az alapvetően egybevág. Mindazonáltal, még akkor vissza kell térnem. És akkor itt ilyen az, hogy amit Péter mondott, hogy hát van-e súlya? Hát azért szeretik a kormányok, mert nem kell tőle félni. A nyomásgyakorló ereje tényleg kisebb, mint hogyha pénz kapcsolna hozzá. Hát most itt van az Európai Uniónak egy újjáépítési óriási alapja, ahol óriási csaták lesznek a következő hetekben, mert itt ezt a pénzt vissza lehet tartani, oda lehet adni, fel lehet gyorsítani, meg lehet vagdosni. Itt elkerülhetetlen az ütközés, az OECD szintjén ilyen mértékben nem. De ha már szóba hoztam ezt a gazdasági növekedés befogadó felfogását, a humántőket, azt is el kell mondanom, hogy például a gazdasági migrációt támogatja a szervezet teljesen logikus alapon, mert annak a gazdasági növekedési, fejlődési hatását ki lehet mutatni, kereseti oldalról, kínálati oldalról, nem nulla összegű játék, nyerhet ezzel mindenki, a bölcsen befogadó ország is nyer, a kibocsátó ország is nyerhet teljes mérleget számítva. Itt például a mostani magyar gazdaságpolitikai felfogás egészen szembe megy, legalábbis szóban, a gyakorlat azért mindig más szokott lenni. Ez például említem, azt hiszem az írott verzióban is, lábjegyzetben persze mindig ott vannak a legérdekesebb mondatok a lábjegyzetben, hogy milyen keményen ment neki a külügyminiszter annak a félmondatnak, miszerint a gazdasági indítatású munkaerő mozgás határokon túl az növekedési, fejlődési tényező az országok sokasága számára. És akkor ha ez a szerep, amit én úgy érzek, hogy ilyen globális regulátori szerep, ez erősödik, akkor a nyomás gyakorlási ereje is nő, nem hitel megvonással, hanem inkább a téziseihez akkor hozzá kell szólni, és akkor meg kell magyarázni, akkor magyarázkodni kell egy tagországnak, hogy miért nem csinálja ezt, ami egyébként észszerű, és az összes többi is azon gondolja, hogy észszerű. Tehát ilyen értelemben azért egy pressure-t, egy nyomást helyez arra, hogy ha az ember nem követi a regulát, akkor magyarázza meg, hogy miért nem. Hát ez azért mégiscsak az állami igazgatás számára, a politikusok számára ez azért feladatot ad. És akkor, ha még van másfél percünk, akkor
hogy milyen jövőt lát az ember így. Én nem tudom, csak azt ugye érzékelem, hogy már maga az OECD tagság is nagyon kibővült azáltal, hogy Chile, Mexikó, Törökország, Magyarország, tehát ez már régen nem a gazdag fehér országoknak a klubja, és hát ilyen értelemben az a norma, amit ők oda tesznek, az normák, tehát az megengedő, ezért feltételezem, hogy a különböző magyar kormányzatok, különböző színűek eltérő területen, de tudnak kapcsolódni, és ilyen van ütközés is. Hogyha nagyon erős a nemzeti szuverenitásnak hangsúlyozása, ez ugye a mostani kormány felfogás, akkor itt velük is rosszba lesz a kormányzat, hogy egyre több ponton kerül szembe. Ha ezzel szemben egy olyan kormányzat van, amelyik az európai intézményeket szeretné felhasználni, segítséget kérni, segítséget nem jussó támogatást kérni, vagy az ottani normáknak az átültetését gyorsítani, és azért ez a centrum-periféria, nem tudom, Péter, nem akarok vitázni, mert pláne ha erős nézete van, az azért nem csak mindig erő és visszahatás, hanem hát közös norma alakítás. És akkor van még egy ügy, amit csak idehozok, mert messzire vezet, és nem is látom át, nem is az én témám ma, hogy ahogy átalakult ebből a néhány országból ez az OECD-ből, OECD, megy a G20-ak titkársága szerepe felé bizonyos értelemben. Nem egészen, mert hát például nincsenek benne, mert Magyarországon G20-ban benne vannak, de az, hogy a világ kormányzásban nagyobb szerepe lesz a ENSZ-nél szűkebb tagság, de egy regionális blokknál nagyobb tagságú klubnak, megállapodásnak, én azt elkerülhetetlennek tartom, mert vannak olyan normák, akár az internet használat, akár az adózási normák, akár bűnüldözés, amelyeknél kell egy kritikus többség, nem lehet elérni, mint a 196 ENSZ tagország azt elfogadja, de hogyha kialakul egy többség, most nem biztos, hogy a kor a régi értelemben, hát ha a Kínát belerakom, nem tudom, kor, az Kína kor vagy nem kor, hogy India az most hova tartozik, most már messzire szaladtam, mert ezek az országok nincsenek az OECD, úgy tudom, látókörében, de hát küszöbb országok azért, ha bekerülnek, változtatják azt a normát, és az a norma tehát szerintem közelebb kerül magunk fajta, nem teljesen fejlett, de inkább európai félperiférián levő, mind a két irányban valami értelemben kapcsolódó képes ország számára, ha annak a kormányzata hajlandó ezt a fajta finom munkát elvégezni, most nem tudom ebben szerencsére, most ez nem a téma, mert szerencsére időkkel is nem. Nagyon szépen köszönjük, és akkor a következő előadónk Kozma Tamás lesz, akit kérem, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen. Törtem a fejemet, hogy milyen más címet adjak ennek az előadásnak, a beszélgetésbe való bekapcsolódásnak, mint amilyet a tanulmánynak adtam, és hirtelen beugrott nekem ez a meghalt és föltámadott. Magam se tudtam, hogy pontosan honnan jön. Aztán utána néztem, és én valami ilyen új szövetsége helyet kerestem, azt jól is kvadráltam be, de amit hibá volt, az, hogy ez nem egy Jézus mondás, hanem ez annak a bizonyos gazdag embernek az újongása, akinek fontosabb az elkúszált fia, mint aki ott dolgozott a gazdaságban. És úgy pertraktálja a visszatérő fit, hogy ez a fiú meghalt, és aztán feltámadott. És ilyen jutott eszembe az OECD erről az egészen más
dologról, azért, mert amikor elkezdtem az OECD-vel foglalkozni, ugye én nekem teljesen más a pozícióm az OECD-vel kapcsolatban, mint akár Gábornak, akár Juditnak, akár Annának is a Jóstoristacinatnak, én pozícióm közelebb áll ahhoz, amit a Polonyi Pista, vagy amit az Ákos alapító, vagy amit a Péter. Szóval, amikor elkezdtem foglalkozni, ez körülbelül ez egy 15 évvel ezelőtti történet nekem, amikor egy összehasonlító oktatás-kutatási anyagot írtam, tőlet írtam, és ahol a nemzetközi szervezetek oktatásból való befolyásolási szerepéről kezdtem tájékozódni, és az OECD kikerülhetetlennek látszott. Szóval én kívülről néztem az OECD-t, és amit én akkor addig nem tudtam, és ez megragadott benne, hogy ennek az OECD megjelenésnek, ennek a szervezetnek, ennek a fenoménnak milyen mélységi dimenziója van magyarul, milyen története van, hogyan kapcsolódik a Marshall segélyhez és így tovább. De ez egy teljesen más világ, mint amiben én addig tájékozottam, mert én oktatáskutató is, csak úgy nehezen neveztem magamat, igazából pedagógus voltam, és vagyok még, ha ezt időnként tagadom is. Szóval az ragadott meg benne, hogy itt van egy szervezet, aminek volt egy szerepe, de meghatározott szerepe volt, és egyszer csak az a szerep megszűnt, és azt mondtam, megvan. A szervezet megmaradt. Jó, tudom, nem úgy és sem változás nélkül, de megmaradt a szervezet. És az lehet az, hogy ugye sok ilyen szervezet van a mi életünkben, a szakszervezetek, a pártokon keresztül visszamenőleg az egyházakig. Ezek olyan szervezetek, amelyeknek a dolgozóknak a tevékenységet teljesen átalakult, miközben van egy szervezetük, amin belül alakulnak, alakítják a viszonyokat úgy, hogy megmaradhassanak. Ez izgatott engem. És sok-sok tapasztalatot és adatot gyűjtöttem ezzel a megközelítéssel, hogy miért van az, hogy az emberek úgy működnek együtt, hogy őrzik a kialakított struktúráikat, hát ugye ez természetes, hogy valaki egyszer beledolgozza magát egy szervezeti keretbe, akkor nem akar attól megválni. Hogy a történelmünk, nem csak a magyar, hanem a világtörténelem a blokk, tele van ilyen szervezetekkel. És hát az OECD egyik nagyon frappáns és nagyon világos példája. És egy teljesen nem csak más megközelítés, mint amit eddig hallottunk, na, bocsánat, nem akarok kiemelni saját eredményemet, vagy ügyfizát, de csak megállapítom, hogy ez egy másik megközelítés, inkább nevezném talán szervezet szociológiailag, ahol a nagy szervezeteknek az átalakulása velünk láttára folyik, mint egy olyan gondolkodásnak, amely abból indul ki, amit Judittól hallottunk, leginkább, hogy számomra plasztikusan van, aki vissza tudta vezetni az OECD tevékenységének bizonyos vonásait, amire egyébként én is emlékszem, olyan személyes kapcsolatokra, mint például Torsten Hüvé, Megyik Kosszvét és Andreas Schleicher, mint kiegészítem ezt, amivel a Schleichernek a papára, Klaus Schleicher is ott egy a Hamburg Egyetemen egy fontos és igen karakteres szereplő volt. Tehát ugye el lehet vinni ezeket a dolgokat egészen szoftver szintű. Ahhoz, hogy megközelítsük és végiggondoljuk azokat az erőket, amely szervezetet értett. Most erről szól a vírásom, amit sem nem tudok felmondani most, mert sok olyan részlet van, ami nincs volna, se nem akarok, mert
ez inkább egy ilyen zavócsalogató beszélgetés, számomra sokkal több egyébként, de amire én felkészültem, az egy zavócsalogatás. Inkább azt a részét éreztem és érzem most is elmondandónak, amíg sokan vagy többen, vagy talán mindenki beszélt, amikor az OECD-hez úgy mondjam, megérkezett Kelet-Európába, ami megérkezés ez a rendszer változások, vagy ha plasztikusan akarnak lenni, a fordulat, a politikai és gazdasági fordulat, amely elérte Kelet-Európát, ilyen 1988 és 1992-ben. Milyen szerepe volt az OECD-nek, milyen hatása volt erre a bizonyos fordulatra, és mennyi hatása volt a fordulatnak az OECD-re. Ezt részletesen mondtam az írásban, és most megpróbálom el is mondani, hogy az OECD-vel való kapcsolatkeresés, ez a második miniszter, az András Kormány utáni második MDF oktatási miniszter idejében zajlott, már felvettek az idejében, és én emlékszem egy folyosói plegykára, nem tudom, hogy mennyire hiteles, gyanítom, hogy sok igazság van benne, hogy a miniszter megkérdezi a maga elegáns, mégis félhangon vagy villamos módján, hogy mi is egy az OECD. Ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy meghatározó kérdés, és még ha nem hangzott is el, a saját praktikusunkban igenis elhangzott, mert az Akadémia Pedagógiai Bizottságának akkori tagjai közül a meghatározók, vagyis kettő, például volt, és egy beszélgetés után megkérdezte. Nem tudom, miért volt engem, de miért sem engem van tőlem, és megkérdezte, mi is ez az OECD igazából? Most, ahogy a OECD megérkezett, nem ebből az a kérdésekből látható, nem azzal a szándékkal érkezett meg, hogy szereplője legyen az akkori, tehát a 90-es évek első felének zűrzavaros oktatás politikájában. És nem is úgy fordultak az OECD-hez, mint hogy az OECD képviselői, tisztségviselői, szakértői, itt most hallottuk Gábortól is, szeretnék, hogy forduljanak volna, hogy kérdezik, hogy van egy problémám, tessenek segíteni. Ami magyar azt jelenti, hogy az oktatás politikai vitát szakértői szeretnék bevonni őket a folyóvitásba. Ugye nem titok, hogy miért, azért, hogy a saját álláspontjukat erősítsék. Ami az OECD számára, vagy az OECD szakértői számára úgy fordítódik le, hogy most találkozhatunk. Tehát nem ezért nem így jelent meg, de mégis volt, találva érezte magát a szakértők, önmagukat szakértőknek nevező csoport, akik korábban is keresték azt az új arculatot, amelyet a úgynevezett pedagógia adott volna nekik, olyan ideológiára és annak a intézményi támaszára, amely megerősíti azokat a folyamatokat, értek ennek a csoportnak a fontosságát. Most mindjárt oda kapcsolom ezt a kérdést, ahhoz, ami most a beszélgetésben sokszor elhangzott, többször, főleg Gábor számából, de többet is, hogy ez egy az volt az újdonság, hogy itt most az oktatás politika találkozott egy olyan szemlélettel, vagy megtanult egy olyan szemléletet, amelyben nem a ágazati politika saját, mindig szakpolitikára beszélek, amikor ezt a szót használom, tehát az ágazati szakpolitika a saját ágazatán belül próbálja a problémáit megoldani, hanem egy ilyen ágazatközi politikában találkozik, amelyben egyszerre
szólnak hozzá a kérdésekhez más ágazatok képviselői is, és ennek következtében a válaszok másokkal válnak, mint amiket megszoktunk. Én szeretném elmondani, én életkoromnál fogva is, azoknak, akik nem voltak benne, Ákos és én is ennyit érzek egy közelei viszont velem, mert én arra is emlékszem, amikor ő és én kezdő éveink végén járva a Tervhivatalban és a Tervhivatal Tervgazdasági Intézetében tanultuk, hogy így mondjam, azt, amit később tőlem ebben a világban ment el, én mentem el ebben a világban, az oktatás kutatásnak neveztek, és ahol a Tervhivatalnak olyan a főosztálya, amely főosztály kifejezetten egy ilyen társadalmi, politikai koordináció szeretett igyekezett betölteni ágazatok, a kulturális ágazat és a oktatási ágazat is a területi gazdaság és így tovább ágazatok között, amelyet betölt. Ez tehát egy létező vagy megtapasztalható modell volt már, annul is, amikor a 80-as évek elejétől kezdve, akinek volt alkalmára, hogy megtapasztalja a betölt éveket, de ez az együttműködés ágazatok között, amelyről most a fordulat után annak a értelmiségi csoportnak a kedvenc szakértő tájékozódási hátterét adta meg, amit az ORD képviselt. Úgy érzem, hogy ez egy fontos és nagy jelentőségű hatások, ugye? De azt az elmondottak alapján gondolom érzékelhettétek, hogy ez a csoport máj napig is változatlanul elszigetett. Tehát nem kell különösebb nemzetközi példákat keresni, vagy esettanulmányokat bemutatni, hogy tudjuk, hogy egy ilyen csoport, amely az identitását keresi, és megtalálni vélete abban, hogy visszakérti, tehát egy, nem politikai pártokkal tart, hanem a szakmával, de ez a bizonyos evidence-based, amit én Gábortól tanultam először, és aminek a korlátra is jól lehet látni. Én mondjuk angol nyelvű szakirodalmat is növek jobban, és látom, hogy milyen korlátok vannak, és milyen előnyei is vannak. Szóval ez ennek a csoportnak vált az ideológiájává, a próbálkozásává, hogy hogyan kapcsolódik jobb vele, különböző pártpolitikai irányoltság a kormány, vagy a hasonlóan kormányzatokban, egyrészt, másrészt kívülről nézve fölkeltse a szakértői presztízsnek a képét és a szakértői elszigetettségnek a helyzetét. És akkor itt össze tudnám kötni, az OECD kalapja alatt a karjátok, az OECD elő együtt is azt a helyzetet, amit a PISA vizsgálat és a PISA vizsgálat szakértői maguk körül találnak, és ennél a edukáció már egyszer jött, és furcsa eredményeket lehet meglátni. A TALIS, az összes ilyen művési anyagoknak a sorsa, presztízse, hatása, és ez a kérdés, hogy vajon a kormányzat, most az oktatási kormányzatról beszélek, nem beszélek az iskolától, szóval, hogy amennyire két világ, amennyire ez a szakértői értelmiségi csoport, eltűnő hatása, nem érzékelhető, az erőfeszítései, az értékei nincsenek befogadva. Magyarországon is, amit a Ákos eljöttem, és elmondta,
úgy érzem, hogy egy másik szemben is hasonló tudom. Úgyhogy a szakmai tudományos leállazása, ami az OECD hatása, az oktatás kutatók, az beletélve egy a professzióba, hogy oktatás politika és pedagógia, mondjuk ebben az óriási tálba, úgy is mondhatnám, óceánban, hogy pedagógia és pedagógusa, de elkülönülés és furcsa elszigetelődésté válik. Magam is részletem olyan beszélésén az OECD szakértői és az akadémia, Magyar Tudományos Akadémia képviselői között, ahol a képviselők oldaláról, tehát nem az OECD oldaláról, ők csak hallgattak, a képviselő oldaláról hemzsegtek a kérdelésért, látnivalóan nem értették egymást, de azzal értették egymást, de azzal a megnyugvással látottam az asztaltól, hogy egyrészt jól kibeszéltük magunkat, másrészt megpróbáltuk a saját helyzetünket egy idegen nyelven, kölcsönösen idegen nyelven beszélni kollégának feltárni, és egymásnak tesz. Úgyhogy az én írásom körülbelül itt tart most, nem tudom, hogy ebben a beszélgetésből mennyit fogok akarni, tudni és akarni felhasználni, abban módosítsanak, hogy valamennyire is változtassam a vízásomat, de azt meg kell mondanom, hogy igen éreztem. És az én számomra ugye ez az a bizonyos, amit Ákostól hallottam, hogy a fehér elefánt történet, amennyire én tudom, indiai történet és szuper. Mert a valósága, hogy ezt mi különösen értelmiségiek megtapasztaljuk, az a saját konstrukciók azokat kapjuk vissza, természetesen, tehát sok olyat nem fogunk tudni, de azok lépésről valamennyivel szebbet fogunk az elmár különböző részeiből, és nincs kizárva ez a reménység, hogy megosztani is tudjuk a valóságot magyarán, hogy valahol egyszer összeér az, amit Bonyik Gábor képvisel, és mondjuk, amit hallottunk Ákostól, vagy amit hallunk Olomik Istától és MPP-től, és ezért volt nekem nagy élmény egyrészt részben ezzel a megbeszélésen, másrészt megkapni, elfogadni és teljesíteni azt a visszatért tőlem, és harmadrészt és MPP-től megírni ezt a bírást, amelynek a kezdetén még nem sok fogalmam volt arról, hogy hol fog kinyugodni, de itt általában a produktumok, az ilyen típusú szellemi produktumok menekik az embert, van egy saját logikája, és ebből a saját logikából csináltam ennek azt az írást, és köszönöm szépen, hogy itt ezt meghallgattátok, és nyilván latolgatjátok, hogy mennyi igazság meggyőzik mennyi, és mennyi fantázia. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor most megint megnyitnám a közönséget azzal, hogy gyűjtsünk kérdéseket és megjegyzéseket, és utána Tamásnak visszaadom a szót. Én esetleg, ugye én nem előnyben vagyok, hogy én már elolvastam Tamásnak a írását, sőt, ezt egyébként azt hiszem mindenki elolvashatta, mert körbe is küldtük talán. Azt ugye tulajdonképpen egy mondatban szeretnék bele kapaszkodni, azt írott, hogy a túlélés záloga már szervezetnél, hogy a szervezet kitalálja azt a szükségletet, amelyet ki tud elégíteni, a környezeteit felismerje, hogy valóban az ő szükséglete, ez az ő szükséglete. Mennyiben látod azt, hogy ezt az OECD megtette most így végighallgatva
az előadásokat. Tehát mit gondolsz, hogy valóban kielégíti, vagy inkább, hogy mondjam, tehát ugye igazán, hogy én azt éreztem, hogy Ákos előadása világossá tette, hogy ez az, hogy az OECD az messze nem nyomásgyakorló szervezet, sokkal inkább egy ilyen puha szervezet. Ettől függetlenül viszont az oktatás kutatók és a, hát hogy mondjam, csak az oktatás politikusok ennek ellenére gyakran nyomásgyakorlónak élő. Tehát hogy látod a OECD szerepét így mostan az előadások után és az írásod után? Más? Én, ha jól értem, akkor itt tulajdonképpen egy olyan értelemben, nem tudom, Tamás, jól értelmezem-e ezt a helyzetet, hogy minthogyha itten a, hogy mondjam, szokásos kettős szerepünk az ketté válna. Abban az értelemben, hogy egyrészt azt vizsgálgatjuk, hogy mire jó ez az OECD, mondjuk oktatáskutatási, vagy közgazdaságtudományi, vagy szóval ilyen, hogy mondjam, tisztán tudományos szempontból, tehát amit jól érezzük magunkat röviden, hogy, és hogy ebben, és bizonyos értelemben ugye ehhez a dologhoz tartozik az is, hogy ez egy, amire ugye Gábor utalt, hogy hát ez végre egy ilyen, hogy mondjam, természetes közeg, amilyen persze az Oktatáskutató Intézet is volt ilyen értelemben, ahol teljes természetességgel együtt vagy integrálva beszélünk közgazdaságtudományi, meg oktatásügyi, meg egyéb kérdésekről. Tehát minden ezen az egyik kérdés. És akkor van egy másik kérdés, ami a hát kinek kisebb, kinek nagyobb mértékben szerepköre, hogy mégis mi a fene történjen? Tehát, hogy mi történjen az országban, hogy abban a kérdéskörben milyen az OECD-nek a hatása, hogy ez gazdaságpolitikán keresztül vagy közvetlenül hat-e, illetve hogy ez az utóbbi történetnél persze relatíve kicsi a hatás, ez világos, csak hogy itt az a kérdés, hogy speciál oktatás ügyre az uniónak sincsen olyan értelemben közvetlenül nagy hatása, mert ugye annak idején bűnös módon elmulasztották a ugye uniós ügyek közé, föderális ügyek közé az oktatás ügyet betenni. Tehát igazából azt kérdezem, hogy ez a fajta kettős megítélése, jól látom-e, hogy ez a két kérdés egymástól bizonyos értelme független az OECD-nél, tehát ennek akkor is van valamilyen, hogy mondjam, ilyen értelmiségi haszna, hogyha semmilyen hát kormánybefolyásoló szerepköre nincsen. Ákos, Judit? Ha kezdtem, akkor egy kommentár csak, hogy az arra van példa sok, legalábbis nem egy, hogy egy szervezet egészen más funkciót vesz fel. Itt van például a BIS, ami 1930-ban jött létre Bázelbe, hogy az első világháborús hadi adósságokat rendezze. Aztán utána a dolog megszűnt, mert a probléma átalakult, és a BIS ott maradt Bázelbe, és egy idő múlva föltámadt, és egészen más dolgokat csinál, pénzügyi statisztikákat gyűjt, aztán munkacsoportokat működtet a bankoknak a szabályozására. Tehát ilyen értelemben az is érdekes, hogy ez a szervezet, amelyik ugye indult annak idején még a marsvassegély után, ott maradt Párizsban, ott az épület, ott a titkárnők, minek menjünk haza, és a végén egészen más funkciókat vett fel. Hát miért ne lehetne valóban most lépjen megint egy új szakaszban, mert hogy ugyanis talál magának ügyet. Ez csak egy kommentár, ez egy érdekes eszé téma lehet. Most amit viszont kérdezni szeretnék, hogy jól értettem, mert Tamás, fölidézted a régi dicsőségünket,
és életünk korábbi szakaszát, és el is hangzott azok a kutatóintézetek, például oktatáskutató, vagy más összefüggésben a tervezgazdasági intézet, aztán volt a pénzügyi kutató, hogy nem, és egy mit, hogyha sajnálnád, hogy ez a világ eltűnt, hogy nem arról van ez szó, hogy akkor voltak olyan intézmények Magyarországon, amelyek tulajdonképpen a szakmai műhelyek voltak, de voltak integrációs kapcsolataik az országon belül, és most ilyenek nem nagyon vannak. Tehát vannak, gondolom, kutatóhelyek, tanszékek, think tankek, ilyesmi, de hát a döntéshozatal Magyarországon, és nem csak gazdaságon, egyéb ügyekben is, az nem így történik, hát ez ugye fölment a politika szintjére. Ezzel szemben viszont párhuzamosan a szakértők bekapcsoltak egy nemzetközi hálózatba, tehát nemzetközileg integrálódtak. És akkor ez azért, hát ez se hatalmi pozíció, tehát nem az értelmiség útja a nemzetközi úton a hatalomhoz, mint hogy az első se következett be, én ezt legis azt gondolom, de egy újfajta szerepet hoz, és akkor nyilván olyan típusú emberek kerülnek elő, akik a nemzetközi mozgásban mozgékonyabbak, nyelvet tudnak, utazóképesek, és hát egész másfajta mond. Tehát, hogy ez keveset mondtam, például ez az én kommentárom, meg amit kiolvastam a szavaidból magáról az OECD-ről, de többet mond arról a értelmiségi szakértői közegről, amelyik több, mint szakértelmiség, de nem politikus, míg azért valóban a 60-as, 70-es, 80-as években a magunk fajta háttérintézeti szakemberek tulajdonképpen mind a két funkciót bebetöltögették. Tehát cikket is írtak, meg azért a néhány gondolatuk föltűnt, visszatükröződött ilyen-olyan dokumentumokban, amelyek aztán bizonyos értelemben hatottak is a valóságra. Judit? Én is majdnem ugyanezt akartam mondani, hogy itt igazából az, hogy nem tudtuk jobban használni az OECD-t, az annak is az azért is volt, mert ugye ezek a nagy, hát egyrészt a nyelvtudás hiánya, ami némely oktatókutatóknál is fennállt, de az is, de alapvetően az, hogy gyenge volt a magyar kutatói gárda, és nem volt, soha nem volt jól ellátva pénzzel. Na most ez a PISA az bedobott egy akkora költségvetést, amit muszáj volt rendszeresen befizetni, hogy az meg még el is szívott pénzt, úgyhogy igazából sose volt pénz arra, hogy rendesen feldolgozzuk azokat az eredményeket, amiket láttunk, és erről kellemennyiségű vita is folyjon. Tehát ez a és az tény, hogy szervezeti túlélés az van, és azt próbálkoznak vele, és nyilván látjuk is azt, és kritizáljuk is azt, hogy három évente ennyi pénzt rákölteni a PISA-ra, és még a másik, és még a harmadik, miközben nem tudjuk rendesen kitárgyalni ezt az egész magyar pedagógiával. Hát ez erre meg ugye a szervezet úgy reagál, hogy olcsóbb, hogyha gyakrabban csináljuk, mint hogyha ritkábban csináljuk, mert ugye ad hoc megbízni valakit ezekkel a feladatokkal, aki nincs benne, azt nem is lehet, meg nagyon is drága. Szóval, és amellett tény az, hogy van olyan, hogy mint ahogy az ember előregszik, a szervezet is el tud öregedni pont azért, mert ugye... Mert ugyanazok az emberek maradnak ott sokáig. Úgyhogy kell ez a hang, amit te, Tamás, hallatsz, és én azt hiszem, hogy a
a megoldás az csak az, hogy többet olvasunk, többet kommunikálunk, és Isten adja, hogy egyszer megint legyen egy olyan szakasz az életünkben, meg a politikában, amikor az oktatást, kutatást fontosnak tartjuk. Szerintem rettenetesen fontos. És rettenetesen fontos a tudástranszfer, tehát hogy ne a saját kutatói nyelvünkön osszuk meg az információt, hanem abból minél többet megkapjanak azok, akiknek ezt valahogy tudniuk kell, meg használniuk kell. Szerintem ezen múlik a jövő. Köszönöm szépen, Gábor. Köszönöm, Péter. A Tamás ugye a túlélés szót használja ennek a szervezetnek a leírásánál, és ugye a túlélés szónak van egy ilyen negatív tartalma a sokunk számára. Ugye a Judit utalta előregedő szervezetre. A túlélő az, aki foggal körömmel ragaszkodik valamihez, ami már aktualitását vesztette. És a kérdésem az, hogy vajon mi a viszonya ennek a jellemzésnek, ennek a fogalomnak egy másikhoz, amit az OECD-vel kapcsolatban gyakran használnak, ez az adaptív képesség. Tehát, hogy az OECD, hogyha nekem, ezt talán írom is a tanulmányomban, hogyha nekem kellene egy példát mondani egy olyan szervezetre, amire minden vonatkozásban ráillik az, hogy tanuló szervezet, learning organization, akkor valószínűleg első helyen az OECD-t mondanám. Tehát én egészen különleges képességgel rendelkezik ez a szervezet arra, hogy megértse a kihívásokat, és arra, hogy ezeket, hogy ne szöpörje szőnyeg alá. Ha jól emlékszem, a tanulmányokban említek egy konkrét példát, ez amikor a 2008-as pénzügyi gazdasági válságot követően egyfajta kognitív válság tört ki a szervezetben. Megjelentek olyan hangok, amelyek ilyen felelősöket kerestek, személyre vetették az OECD-nek, hogy hogy van ez, hogy nálatok vannak a világ legjobb adatai, és pár héttel a válság előtt nem tudtátok, hogy ez a hatalmas rombolás itt be fog következni. És ennek nyomán elindult egy egészen lenyűgöző reflexió, ami egy ilyen önvizsgálat volt, és a saját korlátait próbálta megtalált szervezet, és ennek nyomán olyan dolgok történtek, hogy például felértékelődött a történettudomány, a történeti elemzések, mert mondjuk azok, akik a 30-as gazdasági válságot történeti perspektívával elemezték, azok sokkal többet láttak előre, mint akiknek nem volt történeti perspektívájuk. Vagy felértékelődött a complexity gondolkodás. Olyan emberek jelentek ott meg előadóként, akit korábban nem lehetett volna elképzelni. Tehát akik nem, hogy mondjam, lineáris logikában, lineáris matematikai modellekkel írják le a gazdasági folyamatokat, hanem a complexity science logikájával közelednek, és folytathattam a sort. És a kérdésem az, hogy vajon ezt, amit most én itt próbáltam érzékeltetni néhány mondatban, ezt vajon be tudja fogadni ez a szó, ez a fogalom, hogy túlélés? Köszönjük szépen, akkor ha nincs más, akkor visszaadnám Tamásnak a szót. Hát az élményem az OECD-vel kapcsolatban, illetve a kollégákkal kapcsolatban pontosan az, hogy ilyen sok ágon reagáltatok arra, amit elmondtam, amire persze egyénenként legfeljebb csak egyéni beszélgetésben lehetne tovább menni. Én itt most megpróbálok két csomópontot, két csomópontot. Az egyik csomópont az, amit most éppen Gábor vetett föl, és nyilván többekben is benne van, hogy ugye ez a túlélés egyfelől, másfelől az adaptivitás. Most, miközben Gábort hallgattam, egy roppant egyszerű válasz jutott eszembe, és ez a válasz az, hogy
az, amit én túlélésnek nevezek, azt te adaptivitásnak nevezek. Kettő, hogy így mondjam, ugyanazt a jelenséget írja le, egyik baloldalról már úgy értem, nem politikai baloldal, hanem egyik oldalról másik oldal. Azt is mondhatnám, hogy az OECD, az emberek, akik az OECD-nek nevezik, ők adaptivitást érzékelnek, ebből irányul erőfeszítés, és most megint eszembe jutnak az egyházok, hogy hát tele vannak adaptivitással, miközben mi itt a túlélési klub ez a természetes konstrukciója annak, hogy valaki egy szervületet innen vagy onnan lát. Úgyhogy én érzem, hogy ez az, amit Gábor és Judit és Jézsik Mostovics Laci elmondott, az pontosan az, amiről én beszélek, csak egy másik megközelítésben. De fenntartom azt, hogy ezen még hosszan lehetne mutatkozni, de hát ennyi az idő. A másik, amire mások reagáltak, a Péter is, Ákos is, Judit is, erőteljesen, arra azt tudom mondani, az a magyar értelmiségnek ez a oktatás szakértői csoportja, amelyet még lehetne bővíteni természetesen, de az nagyon nem nagy csoport. Tehát és a problémái, és a saját problémái, de persze azért vannak társadalmi hatásai is. Ez pedig része annak a problémacsomagnak, hogy a fordulat során hogyan próbáltunk újra pozícionálni magunkat, magyarán hogyan helyezkedtünk. És hát ebből a kis eset, hát tekintetben az OECD megjelenése Magyarországon egy kis esettanulmány tud lenni, és jól megírja azt, hogy a magyar értelmiskod kereszte a helyét ebben a viharban, amit részben saját maga is csinált és keltett, és aminek nagyon fontos eleme, nem szoktuk kellően hangsúlyozni, a 80-as évek és a Kádár rendszer föllazulása minden tekintetben. És hát az OECD tekintetben is egy fontos szerep, hogy Ákos említette a saját meglepetéssel újra tanulmányát, mondhatnám, bocsánat, hogy ezzel vannak, de nekem is vannak ilyen félig szocialista, félig már nem szocialista határon mozgó írásaim az oktatásról kapcsolatban, főleg az oktatás irányításában kapcsolatban, meg az ágazati tervezés, társadalmi tervezés, és az összes ilyen a 80-as években még Magyarországon keletkezett Rufinak a továbbvitele. Ez tipikusan ennek a bizonyos magyar értelmiségi csoportnak a helykeresése, és én ezt látom az OECD és a Magyarország találkozása egyik érdekes mozdulatának. És még egyszer köszönöm a lehetőséget, és hogy itt beszélgettük. Nagyon szépen köszönöm. Befutott utolsó előadónk is, úgyhogy Pomogács Zoltánnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen a szót és a lehetőséget, hogy részt vehessek ebben a projektben. Elnézést, hogy nem tudtam itt lenni az elejétől, de olyan helyen voltam, ahol nincs wifi, és most is beültem valahova, itt viszont bekapcsoltak egy rádiót mögöttem, úgyhogy ha rosszul hallatszik, akkor kérem, hogy szóljatok, hogy ha nagyon-nagyon zavaró. Elviselhető. Jó, köszönöm, és elnézést azért. Az én feladatom az az volt, hogy az OECD-nek a globális szerepét vizsgáljam meg. Én alapvetően két részre osztanám ezt a szerepet. Az első az a második világháború utáni szerepe az OECD-nek. Ez az, amiről én magam egyébként kevesebbet tudtam, mert ő távolabban időben, de az angol nyelvű irodalom ezt valahogy úgy írja le, hogy itt volt egy ütközés az európaiak világnézete és az amerikaiak világnézete között, ami a fejlődést, fejlesztést illeti. És hát ugye ez egy amerikai dominanciájú
szervezet volt. Az amerikaiak alapvetően abban gondolkodtak, hogy a technológia váltást kell erőltetni. A technológiai haladás az megadja a lehetőséget a gazdaság növekedésére, az növeli mindenkinek az életszínvonalát. És hát ez ütközött abban az időben a domináns európai nézettel, ami egyrészt hát ugye a szociáldemokrata jóléti állammal írható le leginkább, tehát ott az osztálykonfliktusoknak nagyon erős tradíciója volt, és ez az amerikai megközelítés ez tulajdonképpen fölül akarja írni az osztálykonfliktusokat, és azt sejteti, hogy a növekedés mindenkinek jó lesz. És maga a növekedés sem volt egyébként abban az időben egyértelmű Európában, nem azért, ami ma van, hogy ugye a tapasztalatok alapján már tudjuk, hogy a klímaválság, a fajpusztulás és egy csomó más ilyen környezeti probléma miatt lettünk szkeptikusak a növekedéssel kapcsolatban, hanem ez még egy ilyen preindustriális hagyomány volt Európában, hogy egyszerűen nem akartak az emberek feltétlenül növekedésben gondolkodni. Szóval, hogy volt egy alapkonfliktus, egy alapkülönbség az 50-es, 40-es, 50-es években Amerika és Európa között. Amikor aztán ez megváltozott, és ezt mondanám a második korszakának, az OECD-nek, ez a Solovy közgazdasági növekedési modellnek az elterjedése. Robert Solow, amerikai közgazdász, Nobel-díjat is kapott érte, és ez mind a mai napig a közgazdaságtannak a legdominánsabb fejlődési modellje. 1956-ban írta meg, 60-as évekre terjedt el, és ez az, ami egyfajta kompromisszumot teremtett az oktatáskutatók és a közgazdászok között, abban az értelemben, hogy a humántőkének a fogalmát középpontba állítja, ugye a Solow modellben a tőke és a munka mellett megjelenik egy harmadik tényező, ami tulajdonképpen mindenfajta ilyen soft mutatót magába fogdal, és az oktatás, oktatás-gazdaságtan fogalma, a humántőke fogalma ekkor válik elterjedté, és ennek az OECD az élére áll, és ez egyfajta kompromisszumot jelent a közgazdászok és az oktatás kutatók között, akik között azért korábban inkább antagonisztikus volt a viszony, és egy időre ez egyfajta kiegyezés a két oldal között, és tulajdonképpen mindenki el tudja fogadni a humántőke centrális szerepét, sőt azt mondanám, hogy még politikai értelemben is mindenki el tudja fogadni, hiszen legyen valaki akár konzervatív, akár szociáldemokrata, akár zöld, szinte bárhonnan nézzük a dolgokat, a humántőkének a szerepét mindenki elfogadja. Úgyhogy egy bizonyos időre itt kialakult egy konszenzus, vagy legalábbis egy ilyen modus vivendi a különböző felek között. Én azt gondolom, hogy idővel ez megtört. Ma már, bár a humántőke fogalmát nyilván továbbra is mindenki elfogadja, de egészen mást értenek alatta. És ez igazából akkor vált világossá, amikor a 70-es évek végétől, a 80-as évek elejétől a neoliberális korszak előretölt Reagannel, Thatcherrel, Blairrel, Schröderrel, stb. Kiderült, hogy az egyik oldal a humántőke alatt semmi más nem ért, csak azt, hogy a gazdaság igényeit ki kell elégíteni. Tehát ez az, amit ma úgy szoktak megfogalmazni, hogy a piac igényeit kielégíteni, ami tulajdonképpen egy csomó szerepét az oktatásnak, hát nem, ha nem is tagadja, de legalábbis negligálja, de néha megkockáztatnám, kifejezetten tagadja olyan szerepeket, mint a társadalmi mobilitás biztosítása, a magas kultúra elterjesztése, a kritikai gondolkodás elterjesztése, és egyszerűen csak abban gondolkodik, hogy a gazdasághoz, a termeléshez szükséges humántőkét kell biztosítani minden szinten. Azaz, hogy tulajdonképpen ugye itt akár a Foucault-i kritikáig elmehetünk, hogy az embert egyfajta gépként
beilleszteni a gazdaság működésébe. Ugye ez lenne az egyik elképzelés, ugye a szociáldemokrata elképzelés az ebből a szempontból egészen más, mert nyilvánvalóan ezeket a funkciókat, amiket említettem, ezeket fontosnak tartja a szociáldemokrata elképzelés, tehát hogy a társadalmi mobilitás megteremtése, kultúra átörökítése, kritikus gondolkodás és így tovább. És akkor ugye itt már bejön a zöld gondolkodás is, tehát utána vagyunk már a tapasztalatoknak a klímaváltozás közepén, és hát ez is egészen más gondol a növekedésnek a gondolatáról. Szóval bizonyos értelemben még ott van a fogalom, a humántőke, de a konszenzus ebből a szempontból megtörik a különböző oldalak között. Az OECD és ezen belül a PISA, én azt gondolom, hogy ezekbe a vitákba igazából nem megy bele. Ez egy lehetőséget teremt a humántőke ellenőrzésére. Ugye a közgazdaságtannak amúgy is van egy ilyen kvantifikációs vonzalma. Ugye egyrészt ott van a beruházott, a humántőkébe beruházott pénz mennyiség, a másik oldalon a gazdasági növekedés szintén pénzben kifejezve, és a kettő közébe helyezhető a PISA-nak a különböző output indikátorai, amikről én azt gondolom, hogy ezek semlegesek, tehát abból a szempontból, hogy mindegyik fél tulajdonképpen tudja őket használni, soft módon működnek, tehát nyilván nem kötelező módon, hanem a különböző kormányokra, hát főleg a demokratikus kormányokra tudnak soft módon hatni. Van egy olyan hatásuk, ez az ilyen naming and shaming hatás, ami bárhol működik, még a nem demokratikus országokban is. És hát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból az OECD nem olyan, mint a többi nemzetközi szervezet, amelyek korábban részt vettek a neoliberális világrendnek a kialakításában. Tehát ezt elég szépen bemutatták sokan, hogy az IMF, a Világbank, és majd akár az Európai Unió is tevékenyen részt vett annak a világrendnek a kiépítésében, amiben itt az elmúlt évtizedekben benne voltunk. Az OECD ebből a szempontból azt gondolom, hogy nem volt ebbe benne, egy kompromisszumos platformot teremtett a humántőke mérésére, és hát persze lehet ezt kritizálni, és nyilván tisztában vagyok vele, hogy sokan meg is teszik. Sok szempontból magát a kvantifikációt is szokták kritizálni, a kulturális biased, és így tovább, de én azt gondolom, hogy ha nem játszotta volna ezt a szerepet, az OECD az sokkal rosszabb lenne. Tehát, hogyha nem lenne a PISA és az egyéb, főleg az elemzések, amik ehhez kötődnek, országjelentések, összehasonlító elemzések, akkor sokkal rosszabb helyzetben lennénk, mert hogy mára meg oda jutottunk, hogy tulajdonképpen ilyen alternatív valóságbuborékokban élnek az emberek. Mindenki ismeri ezt a jelenséget, hogy a különböző politikai oldalak hát készítenek ilyen alternatív valóságokat, amelyeket aztán a híveik előszeretettel fenntartanak, és hogyha nem lennének objektív, nemzetközi, időben összehasonlító adataink, akkor ezek az alternatív valóságok még erősebben léteznének. Nincsen illúzióm, így is léteznek, de azt hiszem, hogy akkor ezek még erősebbek lennének. Úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy az OECD végig pozitív szerepet játszott a viták ellenére. Ma már a többi nemzetközi szervezet is, tehát én azt gondolom, hogy szép lassan a mostani COVID-válság kapcsán az IMF-ről, a Világbankról és az Euróról is el lehet mondani, hogy ma már sokkal pozitívabb szerepet játszanak, mint akárcsak az utolsó válság, a 2008-9-es válság idején, de az OECD-ről én azt gondolom, hogy végig pozitívabb szerepet játszott ezeknél a nemzetközi szervezeteknél. Hát sok mindent mondhatnék még részletesebben, de mivel valószínűleg hatalmas zaj van mögöttem, ezért inkább megkímélem ettől a hallgatókat, és elnézést még egyszer. Köszönjük szépen, akkor megnyitom a közönséget. Én szívesen... Vagy Pista. Én csak azt szerettem volna kérdezni, hogy ugye
ez az egy többszereplős játék, hiszen ilyen oktatáspolitikai, hogy mondjam, anyagai vannak a Világbanknak, vannak az UNESCO-nak és az OECD. Hogy látod ezeknek a mondjuk nagy szervezeteknek a kapcsolatát, vagy együttműködését, vagy együtt nem működését? Mennyiben mások az irányultságaik? Tehát ha, és ez nem csak oktatáspolitikára vonatkozik, hiszen az általános felsőoktatási szervezetek sok más, szinte minden területen csinálnak szakpolitikai ajánlásokat, vagy szakpolitikai elemzéseket, de például statisztikát mind a három csinál, vagy legalábbis statisztikailag használható indikátorokat. Hogy látod ezeknek a nagy szervezeteknek a hatását? Mennyiben különböznek ezek? Gyűjtenénk a kérdéseket, jó? Gábor? Köszönöm. Ahhoz szeretnék hozzátenni valamit, ez kérdés komponense is lehet ennek, amit a Zoltán a humántőké felfogásról mondott, és ezen belül az OECD-hez köthető humántőke felfogásról. Ugye az OECD-n belül a humántőkéről való gondolkodás, a humántőkének a gazdasági növekedéshez való hozzájáruláshoz való gondolkodásban egészen drámai átalakulások történtek az elmúlt 20 évben. Tehát az a durva, leegyszerűsítő felfogás, amire az Zoltán utalt, ez szinte teljesen eltűnt. Ugye olyan kezdeményezések voltak itt, ami a social capital mérhetővé tételét jelenti, vagy ami most elég nagy figyelmet, már jó ideje zajlik, de most élesben van ez a social emotional skills mérése. Tehát a humántőkéről való, de ezt a fogalmat, hogy humántőke tulajdonképpen van, már nem is, jó ideje nem is nagyon használjuk az OECD-ben, a skill fogalma vette át, és a skill alatt nem ezt a szűk értelmezést értjük, hogy a munkavégzéshez, hanem benne van a életben való boldogulás összes eleme. És ami szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy itt lényegében a közgazdászoknak egy újra szocializálása zajlott le. Tehát a leegyszerűsítő durva humántőke felfogásnak az átalakulása történt meg a körülben. A kérdés az, hogy vajon ez mennyire látszik kívülről. Ugye az van, hogy az Zoltán is többször a PISA-ra utalt, nekem van egy olyan érzésem, hogy a PISA elfedi, mert olyan nagy figyelmet kap, és olyan nagy, hogy mondjam, nagy erejű kommunikációs eszközként használja az OECD, hogy elfedi ezt a rengeteg egyéb olyan dolgot, ami zajlik ebben a szervezetben, és amiben kevésbé lehet bele látni. Ez is az a közé tartozik, amit az imént utaltam. Köszönöm. Válaszoljak akkor? Hát, ha nincs más megjegyzés, akkor igen. Jó, köszi szépen. Ugye az Istvánnak az elsőre én azt mondanám, hogy nagyon érdekes. Ugye az OECD az alapvetően nem csinál ilyen konkrét kormányzati programokat abban az értelemben, ahogy a Világbank és az IMF csinál, tehát hogy nem avatkozik közvetlen módon bele országoknak a sorsába. Ez egy lényegi különbség, ugye a másik kettő intézmény igen. És nagyon érdekes, hogy a másik kettő intézménynél az figyelhető meg, nekik is vannak ugye ilyen kutatási háttérintézményei, és hát folyamatosan egyfajta ütközés volt a világbanki és IMF-es ilyen háttérintézmények és az intézmények által vitt szakpolitika között. Ez az eurozóna válságánál is megfigyelhető volt, a 2008-9-es tágabb válságnál is, és hát korábban is, ugye a
a Stiglitznek és másoknak az ezzel kapcsolatos munkái végig kimutatták, hogy, nem azt képviselték a konkrét szakértők, akik egy-egy országba odautaztak, és ugye hivatalosan itt az történik persze, hogy az ország maga javasol lépéseket, de hát mindenki tudja, hogy a tényleges működése a dolognak ez azért az, hogy erősen sejtetve van, hogy milyen szakpolitikai lépéseket kell javasolni ahhoz, hogy elfogadják. Szóval, hogy mindig volt egy szakadék, vagy legalábbis egy meg nem felelés a között, amit a háttérintézmények sugaltak, és amit a konkrét intézmények, én megkockáztatnám, kijelöltettek. De hogy ugye ebből adódóan viszont az látszott, ami a végeredmény volt. Tehát sokkal kevésbé a szakértői anyagokat volt, aki elolvasta, de azért alapvetően a nemzetközi hírekben azok jöttek át, amiket ezek az intézmények ténylegesen a végén kierőszakoltak, elértek, amiről azt gondolom, hogy azért elég élesen szembe mentek azzal, ami az OECD-nek a felfogása lenne, de sokkal szűkebben neoliberálisak voltak, sokkal egyértelműbben a piaci retorika irányába mentek, a finanszírozás leépítése irányába mentek, és sokkal kevésbé egy ilyen fejlesztő irányba. Tehát én az OECD-t egy sokkal pozitívabb szervezetnek láttam hosszabb távon is, de mondom, volt mindig egy különbség, a másik intézményeknél mindig volt egy különbség a háttérintézmények és a konkrét cselekedetek között. Szerintem ezt a differenciálást érdemes megtenni. Ami a Gábor hozzászólását illeti, én igazából, amikor azt mondtam, hogy a humántőkét sokféleképpen értelmezik, akkor nem magára az OECD-re gondoltam, hanem arra a kontextusra, amiben ez történik. És az egy nagyon fontos megjegyzésed, hogy a skill-ek fogalmát használja ma már az OECD, ami nyilvánvaló és láthatóan megjelenik az anyagokban. De itt ugyanez a helyzet szerintem, hogy a külső kontextus ezt is nagyon sokféleképpen tudja értelmezni. Tehát nem kell nagyon messzire menni, hogy találjunk olyan országot, ahol totálisan ebbe a piacosítás irányába mennek a folyamatok, és hát a skilleket simán lehet úgy értelmezni, még a legkomplexebben megfogalmazott és legkritikusabban megfogalmazott javaslatokat is, vagy szóhasználatot is lehet úgy értelmezni, hogy ez alapvetően a szűke piaci igények kielégítését jelenti. És hát ugye ebből a szempontból az OECD nyilván soha nem fog egy olyan egyértelmű állásfoglalást tenni, hogy ő ellenzi ezt a szűkítő piaci megfogalmazást, vagy értelmezést. Nyilvánvalóan fenntartja a bizonyos értelemben a semlegességét, annak ellenére, hogy az anyagokból tényleg az olvasható, vagy az a szellemiség olvasható, amit mondasz, hogy sokkal komplexebbek, és ezzel sugallják azt, hogy ez a komplexitás ez fontos, de hogy direkt politikai vitákba az OECD nem mehet bele, hiszen ez egy nemzetközi intézmény, és nincsenek ilyen jogosítványai. Tehát, hogyha egy adott ország, egy adott kormányzat, vagy azon belül politikai mozgalmak, vagy gazdasági képviseleti intézmények, kamarák, stb. Egy ilyen szűkítő értelmezését akarja használni, akár a humántőke, akár a skillek fogalmának, akkor az simán dominánssá válhat egy adott országnak a diskurzusában, a szakpolitika alkotásában, és erre nagyon-nagyon sűrűn látunk szerintem példákat. De ez fontos volt, köszönöm, amit mondtál, ezt még bele fogom írni a tanulmányba, ezt a skill dolgot, ez nagyon, nagyon központi szóhasználata az OECD-nek valójában. Igen, Gábor? Csak akkor, hogyha más nem akar, mert nem akarom az időt elvenni. Hogy csak egy anekdotikus dolgot szeretnék hozzátenni ez a dologhoz, hogy az Oktatási Bizottságon és a Szerint belül, amikor a skills strategy kidolgozása zajlott, akkor nagyon sokan tiltakoztak a skills szó használata ellen, éppen azért, mert ezt a szűk értelmezést vélték, és kérték, hogy ez a kompetencia szó legyen a
Erre az András Schleicher akkor azt mondta, hogy erről hosszan egyeztettek a employment directorate-tal, és abban maradtak, és ez egy konszenzus volt, nem csak egy ilyen egyszeri megállapodás, ezt később lehetett látni, hogy ez tényleg tartalmas közös gondolkodás, hogy maradnak a skillnél, mert ez jobban emészthető a fogalom sokak számára, de egyértelműen elkötelezik magukat a tág értelmezés mellett, ami a kompetencia szinonimája, ami például megjelenik abban, hogy amikor a francia nyelvűre fordítják az OECD anyagokat, ott kompetensnak fordítják a skill fogalmat. És hát ugye a PISA-ban is, amikor mondjuk complex problem solving skills-ről van szó, vagy egy collaborative skills-ről van meg szó, hogy ezt most elemosan skills elején, akkor a személyiség tulajdonságot is skills-szóval írnak le, akkor egyértelmű ez az elkülönbség, akkor nagyon-nagyon tárgy értelmezés. Talán még egy mondat, hogy én Magyarországon egyébként soha nem sem a skill-nek fordítom, soha nem úgy fordítom, mint ahova a hivatalos fordítás, hogy készségnek fordítják a magyarok. Ami egy alapvető hiba, tehát én mindig képességstratégiáról és nem készségstratégiáról beszélek. Kicsit ad... pszichológus nyelvész megnyelne a tízúját ennek a problémának. És volt csak egy fél mondat, hogy én attól tartok, hogy szinte bármilyen szó használatot be tud húzni magába egyébként ez a gondolkodásmód. Tehát beszélhetsz mondjuk szociális, emocionális készségekről, képességekről, ezt lehet úgy értelmezni, hogy egy önmanagement skill, próbálj meg beilleszkedni a létező gazdasági modellbe, te nem vagy jó, hogyha egy multinál akarsz dolgozni, akkor igazítsd magad ahhoz, hogy kielégítsd a multinak az igényeit. Ebbe simán be tudja húzni sajnos ezt is, meg hát nyilván abban a tágabb értelmezésben is, amiben benne van a kritikus világszemlélet, a kreativitás, az ettől való entértágabb. Szóval sajnos olyan ez, mint egy ilyen fekete lyuk, hogy magába húz szinte bármilyen jó akaratú szó használnak. Most, hogy mondjátok, a készség, hogyha egy kicsit utána megyünk, akkor készen állok arra, az maga a kompetencia. Én szabadnék hozzászólni? Hogy nem, persze. Igen, azt mondanám, hogy amit itt Gábor, Zoltán és Judit most felvetett, vagy megfogalmazott, az az egész alkalmazkodásunk az európai vagy a világkörnyezethez, hogy így fogalmazunk a gyakorlunk, meg egyéb kulcskérdése, csak nem szoktunk foglalkozni vele, mert természetesen tűnik, ez pedig az, hogy más fogalomkészlete van a magyar oktatás ügynek és a nemzetközének, ami általában hangot szokás érteni, most ugye, hogyha valaki belehalasztva a németekbe, arra már nem is esen szó. Én mindenben sokat foglalkoztam a Bologna folyamattal, és döbbenten, nem csak meglepetve, döbbenten tapasztaltam, hogy mi minden fordítanak félre a úgynevezett Bologna folyamatból a magyar, mondjuk ott egy hatóságok, ha akarjuk, egyébként nincs hivatalos fordításra a Bologna dekritumoknak, különféle egyetemek másképpen fordították, mert aztán egyszer egy miniszteriális kormányzat ráütött egy fordítási pecsétet. És ebben hihetetlen féle fordítások voltak, hogy pontosan az ellenkezője annak, mi a dokumentum. Csak arra mondom, hogy az összehasonlítás, amit itt most nézelünk, az eleve egy homokra épül. Az a homok pedig az, hogy hogyan értjük a fogalomrendszert. És ebből, és nem a saját személyes tapasztalatunkból próbáljuk felépíteni ezt a képet, amit mi a különféle intézményekkel a kapcsolatunkkal jellemzik. Ez az én kis hozzászólásom.
egyéb. Ellentétben a költőkkel, akik műfordítók is voltak, mi csak egyszerű fordítók vagyunk, ezért azt nem is tud, de valószínűleg nem is lehet, mert itt azon a nyelven, amin írják, az se olyan, mint a költői nyelv. Nagyon szépen köszönjük. Akkor én úgy gondolom, hogy nagyjából az előadások és vitáik végére érve megnyitám Polonyi Pista zárszavát. Köszönöm szépen. Ugye a szerkesztőnek két megjegyzése van ehhez a konferenciához. Az egyik a köszönet és a megnyugvás, mert úgy tűnik, hogy ez egy jó szám lesz, nagyon sokfajta véleménnyel lehetett találkozni, és azt hiszem, hogy egy, ha nem is teljes, de egy nagyon izgalmas, érdekes képet fog adni az OECD-ről és annak a és magyarországi szerepéről, nemzetközi szerepéről, globális szerepéről, és azt gondolom, hogy talán sikerült az oktatásnál egy picit szélesebb, hogy mondjam, távlatot is nyitni. A másik megjegyzés az, ugye én valamikor amatőr szobrász voltam, és ez a szerkesztés egy kicsit ehhez hasonlít, amikor az ember mondjuk egy márványból akar kiforogni valamit, mert ugye van egy elképzelés, hogy szerintem mi van abban a márványban, de ugye a szerzőknek a saját véleménye az, ami végül is meghatározza. Tehát lehet, hogy én egy szép sellőt képzeltem, és a vége egy szép nagy bálna lesz, vagy fordítva. Tehát magyarul ugye azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek az előadások, ezek a konferenciák, mert halljuk egymást, halljuk azt, hogy ki milyen irányba megy, kinek mi a véleménye, és ezek nagyon fontos, mert nagyon jól formálják magát a számot. Én azt hiszem, hogy mindjártnak hasznára vált, és én nem akarom ezt tovább húzni. Azt gondolom, hogy mindenkinek megköszönöm a részvételt, megköszönöm azt, hogy halad a dolgozattal, halad az írással, megköszönöm Péternek a szervezést, és azért hogy zárjam azzal, hogy még csak 3 tanulmány van a könyvtáromban, tehát még várok néhány tanulmányt, azt szeretném, ha ugye minél hamarabb elküldenétek. Már jövő héten szerkesztőbizottsági ülés lesz, és ott már szeretném körvonalazni azt, hogy is áll ez a szám. Még egyszer nagyon köszönöm a részvételeteket, és a szervező munkát külön. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor vigyázzatok magatokra, minden jót! Viszlát, sziasztok! Mi is köszönjük!